Tisztelettel köszöntöm a képviselőtársaimat, alpolgármester asszonyt, jegyzőasszonyt, és hát a lakosság köréből megjelent, ahogy látom, egy személyt, és az intézményvezetőket, akik a meghívást elfogadták. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 fővel jelen van, tehát határozat képes, ezért a testületülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolom elfogadni dr. Gyöngy Mónika és Szarvas Csaba képviselőtársainkat, aki egyetért, kérem, hogy jelezze. Köszönöm szépen! A mai testületi ülés meghívóját és valamennyi előterjesztését a képviselőtársaim megkapták, ezért a napirendi javaslatot ismertetem. Első napirendi javaslat, Karta a Nagyközség Önkormányzata képviselőtestülete 2016. évi munkatervének a megtárgyalása. Második napirendi pont, Karta a Nagyközség Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének az elfogadása. Harmadik napirend, beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról. Negyedik napirend, a Művelődési Ház által elnyert pályázati összeg kiegészítéséről való döntés hangtechnikai berendezések beszerzésére. Ötödik napirend, kertészeti traktor és hozzá eszközök vásárlásáról döntés. Hatodik pont, az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjainak a megállapítása. Hetedik napirendi pont, az önkormányzat tulajdonát képező 795/56-os helyrajzi számú ingatlanra érkezett vételi ajánlatok megtárgyalása. Nyolcadik pont, a Régió Plusz Televízió testületülések közvetítésére adott árajánlatának megtárgyalása. Ezt kiegészíteném azzal, hogy a meghívó kiküldése után érkezett települési rendezvények felvételének, illetve közvetítésének az árajánlat a Régió Plusz TV-től. Tehát ennél a napirendnél kérném, hogy ezt is tárgyaljuk meg, és a végén, ahogy szoktam, tájékoztatást adok a két ülés között történt intézkedésekről. Megkérdezem a képviselő társaimat, hogy van-e egyéb napirendi javaslata valakinek. Bognár László. Köszönöm. Egy kiegészítést szeretnék kérni tőled az ötödik napirendhez kapcsolódóan a kertészeti traktor vásárlásának az előzményéről, hogy egy tisztább képet nyújtsunk. Ezt természetesen a napirend előterjesztés, akkor el fogom mondani. Köszönöm. Langa képviselő úr. Én még szeretnék erről a betelepítési kvótáról szeretnénk beszélni. Vagy én szeretném, hogyha a képviselőtestület ezt megtárgyalhatná. Jó, majd akkor ezt akkor az én tájékoztatóm előtt, tehát akkor vegyük akkor jó, a végére, jó? Tehát jó. Betelepítési kvóta. Majd akkor előterjeszted, mert erről nem volt tudomásom. Jó. Dr. Gyöngy Mónika. Én pedig a hatodik napirendi ponthoz szeretnék majd egy kiegészítést tenni. Itt a bölcsödével kapcsolatban szeretnék egy helyiségbérlet kapcsolatban, hogyha a képviselőtestület határozna, és ezzel kapcsolatban nyilván majd a napirendnél részletesen is nyilatkozni. Így van, ez nem plusz napirend kiegészítés. Kalcsó képviselő úr. Én napirendről szeretnék kérni két tételből álló kérdést, mert szeretnék föltenni, illetve arról szeretnék egy pár szót szólni. Miről? Napirend előtt. Jó. Mindjárt elmondom, ha megkapom azt. Egy pillanat, Attila. Piactér rendezési tervéről szeretnék pár szót majd. Jó, akkor ezekről is fogunk beszélni. Akkor kérem, hogy aki az általam felsorolt napirendi javaslatot, a most elhangzott tulajdonképpen Langa Gábor képviselőtársam és Urbán Attila képviselőtársam tett még plusz napirendi javaslatot. Ezzel a két kiegészítéssel, aki a napirendet elfogadja, ezt kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, és akkor most Kalcsó képviselő úr kérte, hogy a napirendek előtt elmondhassa. Köszönöm szépen. Hát gyakorlatilag egy kicsit furumúci helyzetben vagyok. Visszatérnék a tavalyi év november végén lévő közmeghallgatásra, ahol a kartai lakosok úgymond elmondhatták volna a jó véleményeket, meg a rossz véleményeket is.
Most úgy mondom, hogy picit meg szeretném őket dorgálni, mert egész évben az embernek mondanak különböző dolgot az úton, útfélen. Itt, mikor lehetőségük lett volna, egy árva szót nem szólt senki. Bocsánat, egy ember, aki a végén még föltette a kezét, aki valamit hozzászólt. Úgyhogy erre szerettem volna reagálni, akkor nem akartam itt bosszantani, meg húzni az időt, mert megbeszéltük, hogy a falu lakosai fognak kérdezni, vagy válaszolni rá a polgármester asszony. Köszönöm. A második. Volt a múltkor a Facebookon egy ilyen elektromos beszélgetés ezzel a hóeltakarítással kapcsolatban. Ezzel mindenfajta bántó szó nélkül szeretném kifejteni a véleményemet. Én úgy gondolom, magam nevében vissza kell, hogy utasítsam, hogy a képviselőtestület nem vette meg a gépet, mert ott úgy volt valószínűleg leírva. Mi megtámogattuk, hogy vegyük meg a gépet, legalábbis én magam részéről teljes szánt szándék azt voltam, hogy vegyük meg, és én úgy gondolom, hogy kicsit egy csúsztatás van benne, hogy a képviselőtestület nem szavazta meg. Köszönöm, röviden ennyi. Köszönöm szépen. Vissza lehet olvasni azt a testületi jegyzőkönyvet. Határozottan emlékszem, hogy akkor az volt a képviselőtestület álláspontja, hogy még további árajánlatokat kérjünk be. Felhatalmaztak engem, de itt mindenki emlékezik, bár nincs a jegyzőkönyve rögzítve, hogy a képviselők is bevállalták, hogy utána járnak, utána néznek. Egyedül Urbán Attila küldött egy e-mailt valamennyi képviselőnek, így nekem is, arról, hogy ő utána járt a traktor vásárlási kérdésnek, de ennél a napi rendnél fogunk erről beszélni. De most még egy szót akarsz, hogy hozzá, de Katika, ez nem így volt leírva abban a nyomtatásban, mert így lett volna leírva, mert valóban arról volt szó, hogy nézzünk szét, sőt az is lehet, hogy még lesz támogatás is, majd is elhangzott, de ezen a képernyőn nem az köszönt vissza. Olyan volt egyszerű vidék embernek, hogy mind a képviselők barmok lenne, vagy hülyék, hogy nem akarják megvenni. Meg akarjuk, most is meg szeretnénk megvenni, vagy megvenni, akkor is meg szerettük volna venni, csak amit a Csabi lehozott papírt, arról volt szó, hogy körülkör még picikét nézni. Hogyha ez lett volna leírva a válaszban, hogy a testület így döntött, egy kurva szót nem mernék szólni. Bognár képviselő úr. Köszönöm, bár azt kértem, hogy az ötödik napi rendi pontnál, de mivel ezzel kapcsolatos, én letöltöttem meg, elmentettem ezeket az anyagokat, teljesen egyetértek a Kalcsó Tibor képviselőtársammal. Itt gondolom ő is azt próbálta érzékeltetni, hogy itt egy ilyen burkolt lejáratása volt a testületnek. De beszéljenek helyettünk a szavak. Ugye tudjuk, hogy leesett a hó, váratlanul, mindig váratlanul szokott leesni. Teljes joggal hozzáteszem, a kartaliak ugye reklamáltak a Facebook oldalon, és akkor Katika a hozzászólásodat olvasnám. Képviselőtársaim egy része sajnos valóban nem készült rá, hogy tél is lesz, Kartalon. Már 2015 őszén javasoltam egy pár képviselővel egyetértésben, hogy vásároljunk egy kis traktort, melyre hókotrót és sószórót is lehetett volna venni, nyáron pedig fűkaszát, stb. Sajnos a testület nagy része nem értett ezzel egyet, még novemberben is újabb játszóterek építését tartották fontosabbnak, így most maradt a kézierő. És akkor idéznék a jegyzőkönyvből, ugyanis szó nem volt arról, hogy nem értettünk egyet, csak egyetlen egy árajánlat érkezett be erre az október 14-i ülésre. Annyit tennék hozzá, hogy maga a cég ezt május 20-án küldte el, az szerepel az ajánlat oldalán, ugye ott fenn a lap tetején, 5 hónap után került a testület elé, amikor már ugye szorította a hóhelyzet októberben, és akkor ezzel zártad ezt a napirendet október 14-én, van-e még valakinek hozzászólása, akkor köszönöm az eddig elhangzott építő jellegű hozzászólásokat, a bizottság javaslatával egyetértve további árajánlatokat kérünk képviselőtársaim segítségével. A következő testület ülésen visszatérünk erre a témára. És ugye novemberben volt testületülés, hó még nem, de akkor ez nem került elénk. És még egy gondolat, ami mellett vagy mögött azt érzem, hogy egy kicsit az ellenünk való hangolás volt, hogy a másik hozzászólásodban pedig azt írtad, hogy nincs a településen olyan vállalkozó, aki megfelelő munkagéppel rendelkezne. Az elmúlt években, most nem akarom nevesíteni, de 2 magánvállalkozó, illetve egy intézmény végezte a hókotrást. Ezen az oldalon is a hozzászólásokból kiderül, hogy kartali vállalkozónak van gépe, ott állt az udvarában, mert nem kapott rá felszólítást. Márpedig
ebben a helyzetben nem volt éppen Viszmajor helyzet, de tudjuk, hogy kellemetlenséget okozott. Ugye a mindenkori polgármesternek joga van 500 000 forint erejéig bármilyen költségvetési vonzattal rendelkező intézkedés meghozni, magyarán a hókotrást, és akkor el lehetett volna túratni a hivatal utakról, meg a járdáról, illetve a kerékpárútról, és a következő ülésen meg beszámoltál volna. 5000 forintról van szó egyébként, gyakorlatilag ha 100 órán keresztül ment volna a gép, akkor is az 500 000-es keretbe még belefért volna, de hát szerintem ezt egy 2-3 órás munkával meg lehetett volna oldani. Köszönöm, ennyi lett volna részemről. Jó, akkor erre azt tudom válaszolni, hogy azért október vagy novemberbe került ez a testület elé, mert ugye már sokszor elmondtam, hogy szeptember végére volt egyáltalán pénzünk, tehát nem tudtunk előbb traktorvásárlásról beszélni, örültünk, hogyha a számláinkat ki tudjuk fizetni, ezt már nagyon sokszor elmondtam, a szeptemberi adóbevétel után erősödött meg az önkormányzat anyagilag. A másik, hogy nincs a településen megfelelő géppel rendelkező vállalkozó, neveket tudok mondani, volt tavaly a Száraz Árpád, aki eladta a gépét, az idén, igen, valóban a balatoni Ottó udvarán áll egy hókotró, aki viszont csak azért hozta haza, hogy ott az utcájába rendet tegyen, de ő le van szerződve a Samsungnál, és ő máshol ezt nem használhatja fel. Tehát nem tudtam nála megrendelni a hókotrást, úgyhogy erre ezt tudom válaszolni. Kielégítő a válasz? Megértem, csak akkor ezt kellett volna közölni, hogy én, mint polgármester megpróbáltam, de nem volt lehetőség, hogy akkor ezt a Viszmajor helyzetet gyorsan megoldjuk, mert nem volt rá vállalkozó. Egyébként... Sajnos nem ez derült ki. Az van oda, hogy nem volt rá. Tehát az van most is. Tehát nincs olyan vállalkozó, akinek olyan kis traktorja van, mert itt főleg a bicikli útról volt, szóval a mellékutakat máskor is csak eltúrtuk, sózni nem sóztuk sosem, és akkor is épp a sózással volt a probléma, nem az eltúrással. Szóval olyan kis traktor nincs, amelyik végig tud menni a bicikli úton. Kis traktorok vannak, bocsánat, hazudok, mert nagyon sok vállalkozónak van, csak nincsen hozzá se hótolója, se sózója. Ezek nincsen. Nem csak ez volt odaírva, hanem az volt odaírva, hogy a testület lesz. Jó, szerintem ezt zárjuk le. Mindenki emlékszik, hogy hogy zajlott annak a kis traktor megvásárlásnak az eldöntése. Én sajnos ki vagyok annak téve, hogy mint polgármester, ha nézitek a Facebook idővonalamat, mindenért támadnak. Volt, mikor felfüggesztettem már, hogy egyáltalán nem vagyok a Facebookon, mikor a tűzgyújtások miatt, hogy miért nem állok ott minden ház előtt, és miért engedélyezem a gyújtást, vagy miért nem tiltom meg, akkor egyszerűen kitöröltem magam a Facebookról. Ugyanakkor vannak jó hírek, amit ott is lehet közölni, de azt hiszem ebből okulva semmiféle ilyen polgármester szidására nem fogok semmit reagálni, mert ebből csak félreértések származnak. Jó, akkor lezárhatjuk a napi rend előtti beszédet? Jó. Akkor kezdjük az első napi rendi ponttal. Kartal Nagyközség Önkormányzata képviselő testülete 2016. évi munkatervének a megtárgyalása. Röviden, én vagyok az előterjesztő, aztán majd jegyzőasszonyt felkérem, hogy mondja el, hogy miért, illetve milyen szempontok alapján állította össze a munkatervet. Én csak annyit szeretnék ehhez elmondani, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a képviselőtestület szükség szerint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább 6 ülést tart. A mi önkormányzatunk szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2013 március 1-én megalkotott rendelet viszont előírja, hogy a képviselőtestület ülését a polgármester javaslata alapján egyszerű többséggel elfogadott, fél évre előre meghatározott munkaterv szerint tartja. Én tudomásom szerint ez soha, vagy talán hosszú évek óta nem volt gyakorlat, hogy a képviselőtestületnek munkaterve lett volna. Így ugye mondhatnám azt, hogy minden testületülés egy ilyen rendkívüli testületülés volt. Ezért kértem meg jegyzőasszonyt, hogy vannak törvényben előírt határidők,
hogy milyen témaköröket a testületnek meddig kell elfogadni, megtárgyalni, és legyen egy munkatervünk. A munkatervünk szerinti ülések lesznek az úgynevezett rendes ülések, amihez még a betervezett napi rendeken kívül mindig hozzátesszük a akkor felmerült egyéb eseményeket, beszámolókat, kéréseket, és aztán lesznek majd természetesen rendkívül ülések, amikor valamiben gyorsan kell dönteni. Átadom a szót jegyző asszonynak, hogy akkor ismertesse a munkatervet, bár a képviselő társaim ezt megkapták. Igen. Köszönöm szépen. A munkatervnek az első része az általános szabályokról szól, hogy a testületi ülések napja minden hónap utolsó csütörtöki napja. A testületi ülések helye itt a tanácskozóterem. Minden ülésen utolsó napirendi pont tájékoztatása két ülés között tett intézkedésekről. Az átülés szükség szerint a nyílt üléseket követően kerülnek megtartásra. A rendkívüli ülés pedig, ahogy polgármester asszony elmondta, itt az SMS-ben szabályozottak szerint kerül összehívásra. A testületi ülés előterjesztéseinek leadási határideje a testületi ülést megelőző 8. nap, és a SMS alapján a képviselők részére történő továbbítás határideje az ülést megelőző 3 munkanap. 10 ülést terveztem minden hónap utolsó csütörtöki napjára, kivéve a július és az augusztusi hónapokat. Amennyiben ott olyan rendkívüli esemény nem lesz, akkor az ilyen tanácskozási szünet lesz. Januárban a jelenlegi ülésnek a napi rendi pontjai, februárban a költségvetéssel kapcsolatos döntéseknek a meghozatala, márciusban a közbeszerzési terv, óvodai beiratkozás, áprilisban a zárszámadás, májusban a gyámhatósági családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájáról szóló beszámoló, illetve az SMS felülvizsgálata van beterjesztve. Júniusra pedig a testület két bizottságának a beszámolója végzett munkájáról. Szeptemberben a könyvtár műfáz beszámolója, költségvetés első félévi teljesítéséről tájékoztató, Búza Hungarika önkormányzati ösztöndíjpályázat, és a díszpolgári címről is szeptemberben szokott dönteni a testület, ez természetesen, hogyha akar majd a testület róla dönteni, akkor kerül csak napirendre. Októberben a költségvetés 3. negyedéves helyzetéről beszámoló, és az esetleges következő költségvetési tervezést érintő adóknak, illetve díjaknak a felülvizsgálata. A közmeghallgatás idén november volt, és szerintem ez jobb időpont, mint a korábbi években a december hónap, mert akkor már nagyon sok olyan társadalmi, családi és egyéb rendezvény van. A közmeghallgatást így november végére gondoltam. A decemberi ülése pedig csak a 17. évi munkatervet, ezt elírtam. Már 2 évvel járok előre. 17. évi munkaterv megtárgyalása lenne a napi rend. Ahogy polgármester asszony is elmondta, elsősorban a különböző jogszabályokban előírt határidőket soroltam be az ülések munkatervébe, hogyha a képviselőknek van valamilyen kiegészítése vagy javaslat, akkor azt nagyon szívesen belevesszük. Köszönöm szépen. Még annyit szeretnék elmondani, hogy ugye, ahogy említettem, az önkormányzat képviselő testületének a szervezeti működési szabályzata is már elég idős, relatíve, 2013-as. Ezt is felül fogjuk vizsgálni rövid határidőn belül, és remélem most is megragadta a képviselő társaimnak a fülét az, hogy előterjesztéseket a testületi ülés előtt 8 nappal lehet benyújtani. Ezt azért szeretném kérni, mert ugye előterjesztéssel bármelyik képviselő, bármelyik bizottság élhet. Most Langa Gábor képviselőtársam tett egy előterjesztést, amire
igazából nem vagyunk felkészülve, de megpróbáljuk megtárgyalni, úgyhogy én azt kérem, hogy ne testületi ülésen tegyenek előterjesztést a képviselőtársaim, mert jogilag is sok szempontból fel kell készülni egy-egy döntés hozatalára, és ne legyünk úgymond váratlan helyzet elé állítva. Köszönöm jegyzőasszonynak a tájékoztatást. Megkérdezem, hogy képviselőtársaimnak a munkatervvel kapcsolatban van-e kérdése, Szászini Évike? Én nagyon örültem neki, hogy fix időpontban lesznek az ülések. Én azt gondolom, hogy tervezés szempontjából ez mindannyiunknak sokkal jobb, mint az adhok ülések voltak. Kéréseim lennének, hogy fontos, hogy letölthető formátumba kerüljenek a feltöltött anyagok fel a felületre, hogy le tudjuk tölteni, illetve meg tudjuk nyitni őket. Március 31-én az óvodai beiratkozás kapcsán jutott eszembe, hogy mindenkinek olvassuk majd a beszámolóját, és az óvodának meg a bölcsődének a beszámolója nem szerepel a munkatervbe. Hogy szerintem akkor márciusra, mert ugye szerintem mindenkit érdekelni fog, hogy hogyan alakult az óvoda, hogy legyen ott egy beszámoló. Jó, az óvoda is, vagy a következő, de valamikor tegyünk bele óvodai és bölcsődei beszámolót is, hogy hogyan alakult ott a helyzet, hogy én ezt kérném. Illetve jó lenne, hogyha a munkaterv, most nem lehet, hogy a rendezvényterv fogja tartalmazni, de akár a felvételek miatt is jó lenne tudni, hogy milyen rendezvényeink lesznek, tehát milyen programjaink lesznek, amik megvannak, betervezve megvannak, és esetleg mi az, amire lehet majd még számítani. Hogy ezt is valahogy csak le kellene majd írni mindig, hogy... Hát tervezni. Ez az, amit mondtam tulajdonképpen, hogy ezek a törvényből adódó, megtárgyalandó témakörök, és ehhez mindig jön. Hát eddig is tudjátok, hogy volt, hogy 16 napi rendet tárgyaltunk, tehát ezek kibővülnek, nem csak ezt fogjuk tárgyalni, amit jegyzőasszony ismertetett. Köszönöm. Van-e további hozzászólás, vélemény a munkatervvel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor felteszem szavazásra, hogy aki a Kartal Nagyközség Önkormányzata képviselőtestülete 2016. évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja, azt kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület a munkatervét. Második napirendi pont következik. Kartal Nagyközség Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének az elfogadása. Ez szerintem már mindenki előtt ismert, hogy minden évben belső ellenőrzést kell tartani. Ennek az a célja, hogy az önkormányzat számára fontos területeket szakértőkkel vizsgáltassuk meg. Ezt is ismerik a képviselőtársaim, ezt egy társulási formában látjuk el, tehát ez nekünk plusz pénzbe nem kerül. A társulási tagdíjat fizetni kell, és annak keretében szakemberek jönnek ki a meghatározott feladatra. Ezt az előterjesztést a pénzügyi bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta. Kérem Langa Gábor képviselőtársamat, hogy mondja el a bizottság véleményét. Köszönöm szépen. A pénzügyi bizottság egyhangúan elfogadta ezt az ellenőrzési tervet. Köszönöm. Jegyzőasszony. Nekem lenne annyi kiegészítésem, hogy itt az ellenőrzés tervezett ütemezését a 2016. februárt a június hónapra áttettük. Hogy a gépkocsi használatnál miért az utolsó negyed évet készült csak, és miért nem a teljes évet? Utolsó negyed év lett belevéve? Igen. Így volt a javaslatunk. Nézheti az egész. Én csak kérdezem, azt hittem beszéltetek róla, csak kérdezem, hogy miért pont az utolsó negyed, hogy miért nem az egész évre. Konkrétan egy negyed évnek szerettük volna az anyagát megnézni. De ezzel is lehet módosítani, megnézhetjük az egész 2015. évet. Ezt ugye a belső ellenőrzést végző cég állítja össze ezt a tervet, ez a Vincent Audit nevű cég, tehát akkor én azt javasolom, hogy a képviselőtestület ezt az ellenőrzési tervet azzal a módosítással fogadja el, hogy akkor az óvoda ellenőrzése február helyett júniusban történjen, a gépjárművekre vonatkozó ellenőrzés pedig 2015 év egészére. Van még valakinek ehhez módosító javaslata? Jó. Akkor így a
általam elmondott, illetve jegyzőasszony által elmondott módosításokkal megváltoztatott belső ellenőrzési tervet, aki elfogadja, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a testület. Harmadik napirendi pont, beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2015. évi munkájáról. Itt is csak annyit szeretnék mondani, ezt is ugye a képviselőtársaim elolvashatták, bocsánat, ezt is törvény írja elő, hogy a hivatal munkájáról évente a jegyzőnek be kell számolni. Az anyagot megkapták, felkérem jegyzőasszonyt, hogy ugye aki az anyagot nem olvasta, illetve a lakosság tájékoztatása érdekében a lényeget ismertesse az előterjesztésből. Ahogy a polgármester asszony elmondta, ezt az önkormányzati törvény a jegyző részére kötelezővé teszi. Minden éven a hivatal működéséről be kell számolni a testület előtt. A Kartali Közös Önkormányzati Hivatal 2015. január 1-től működik, Verseg és Kartal önkormányzatok hozták létre. Itt ebben az előterjesztésben a személyi tárgyi feltételek alakulásáról szóltam. Itt a Kartali Hivatalban 16 fő köztisztviselő dolgozik, Versegen 2 fő köztisztviselő és a 2 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozó, valamint a egy-egy polgármester természetesen, akiket azért nem kell kihagyni. A munkaterületek szerinti megosztása itt a hatósági iroda, pénzügyi, gazdasági, igazgatási iroda és az adóügyi iroda működik. Hivatalnak az ügyfélfogadási rendje maradt a teljesen korábbi megszokott ügyfélfogadás. A versegi kirendeltségen majdnem valamennyi feladatot ellátjuk, a pénzügyi könyvelésen kívül minden dolgot tudnak az ott dolgozók is végezni, azon kívül szerdai napokon én is egész nap ügyfélfogadást tartok ott a településen. A közös hivatal finanszírozását állami támogatásból sikerült 2015-ben teljes egészében biztosítanunk. A tárgyi feltételeink, ha nem is olyan nagyon fényesen, de szerintem biztosított, különösen az elmúlt időszakban egy nagyon jó fénymásolót, illetve amivel lehet szkenelni, multifunkciós irodagépet kaptunk. Valamennyien rendelkezünk számítógéppel, nyomtatóval. A önkormányzati hivatalok, a Kartali az teljesen újjáépített, felújított, ez egy kényelmes munkavégzésre ad lehetőséget. A versegi hivatal sajnos az már nagyon régen épült, ott egy felújításra szükség van. Amennyiben lesznek olyan pályázati felhívások, akkor azt ott úgy gondolom, hogy meg is lehet majd csinálni. Összeszámoltuk, hogy a két önkormányzat hány ülést tartott. A Kartali testület 19 ülést tartott, a versegi 15-öt, a pénzügyi bizottság 11-et, a szociális művelődési bizottság 18-at, és a Verseg településen működő roma nemzetiségi önkormányzat pedig ezen kívül 6 ülést tartott az elmúlt évben. Az államigazgatás, illetve a hatósági feladatok ellátásáról itt én nem írtam részletes beszámolót, mert az teljesen egy kötetet tenne ki. Az ügyiratforgalomról adtam számot. Kartalon 4726 ügyiratunk volt, Versegen 768 darab. Felsoroltam, hogy ezek az államigazgatási hatósági ügyek miket tartalmaznak. A pénzügyi tevékenységről leírtam, hogy milyen önkormányzati intézményeknek végezzük a könyvelési feladatait. És itt a 15 évi feladatellátásról egy általános jellemzés volt.
Hát ugye ez tanuló év volt mind a két településnek, alkalmazkodásból és munkavégzésből és minden más dologból főpróbát jelentett. Úgy gondolom, hogy tud a két település együtt dolgozni. A hivatali dolgozók felkészültek, akinek a szakképesítése nem volt megfelelő, őket beiskoláztuk, úgyhogy a jövőben ez is új lehetőség lesz számunkra. Versek településen sajnos volt két olyan belső ellenőrzési vizsgálat, ami az elmúlt időszakot vizsgált, és olyan megállapítással zárult, aminek alapján feljelentéseket kellett tennünk. Egyébként most a közös hivatalt vizsgálja az államkincstár. Elmondások alapján épp a versegi kockázatelemzés miatt került ránk a választás. Azon kívül Versegen folyik egy állami számvevőszéki vizsgálat is, amely nem a mostani, hanem az előző időszak adósságrendezési eljárását vizsgálja. Sok új tennivalónk volt. Nem mondom, hogy mindennek olyan maximális mértékben eleget tudtunk tenni, de úgy gondolom, hogy én magam is és a köztisztviselők is igyekeztünk helytállni. És itt a határozati javaslatnál egy elírás van, természetesen a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal 15. évi munkájáról szóló beszámolót kérném, hogy fogadja el a testület. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Képviselőtársaim, ki szeretne hozzászólni? Dr. Gyöngy Mónika. Köszönöm szépen. Nekem nem kifejezetten a hivatal, de ha már Verseg, akkor gondoltam, hogy megkérdezném jegyzőasszonytól, mert nyilván ön ugye minden héten ott van, tehát jobban rálát az ottani tevékenységre, hogy az adósságrendezési eljárás milyen szakaszban van, és ugye van nekünk ebben bejelentett követelésünk, hogy esetleg annak a megtérítéséről van-e bármilyen hír, vagy várhatjuk ezt valamikorra? Hát az adósságrendezési eljárásnál abban a szakaszban tartunk jelenleg, hogy a válságköltségvetést elfogadta a versegi önkormányzat, a bejelentett hitelezői igényeket nyilvántartásba vették, a Kartali önkormányzat bejelentése nem vitatott, tehát elismert hitelezői igényként szerepel. Októberben lehetőség adódott arra, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatásokon belül a kisebb hitelezőknek a tartozását állami támogatásra benyújtottuk, ebből decemberben 20 millió forint támogatást kapott a versegi önkormányzat, a nagyobb adósok tekintetében pedig a önkormányzat vagyonának a felértékelése megtörtént, és valószínű, hogy bírósági vagyon felosztással fog zárulni az adósságrendezés, mert ahogyan azt a versegi polgármester úr itt egy ülésen elmondta, támogatáson kívül olyan nagyon minimális vagyonnal rendelkeznek, hogy állami támogatáson kívül ők nem tudják ezeket a hitelező igényeket kielégíteni. Tehát még nem zárult le, itt tartunk. Köszönöm szépen. Szívesen. Van-e még ehhez a napi rendi Kalcsó képviselő? Jó, értettem, akkor gyakorlatilag azt jelenti, amit megegyeztünk annak idején, hogy Józsa úrral, polgármester úrral ebben a helységben, évenként az a 19 vagy 20 millió forintot december 31-ig átutalják, akkor az úgymond ez most csúszik, mert egy összegbe kérjük. Erről már tájékoztatást adtunk, hogy ez az egyesség tulajdonképpen nem lépett hatályba azzal, ezt már elmondtam, hogy csúszott az aláírás, közben a képviselőtestület Versegen adósságrendezési eljárást indított, és így ugye a hitelező igényünket 101-nehány millió forintot bejelentettük, ezt a pénzügyi gondnok nyilvántartásba vette, éppen a napokban beszéltem Vécsei képviselő úrral is, hát ő is bizakodik, hogy majd valami segítséget találnak ahhoz, hogy Kartal megkapja a pénzét. De pont jó, mert televízió előtt a Kartalért legalább hallják. Igen. Köszönöm. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni. Bognár képviselő úr. Köszönöm, csak egy észrevétel, hogy a versegi testület kevesebb szerülésezett, de sokkal több határozatot meg rendeletet alkottak,
jegyzőasszonytól kérdezném, hogy ez az ott kialakult rendkívüli helyzet miatt adódott? Így van, az adósságrendezés miatt ott nagyon sok határozatot kellett hozni, és hát ugye a válságköltségvetés eleve plusz egy költségvetési rendelet, ott a helyi adórendeletet kellett emiatt, szóval igen, az adósságrendezés miatt volt lényegesen több ilyen munkánk. Köszönöm. Megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e még kérdésük. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a testület. Jó. Következik a negyedik napi rendi pont, a Művelődési Ház által elnyert pályázati összeg kiegészítéséről való döntés hangtechnikai berendezések beszerzésére. Képviselőtársaim emlékeznek rá, illetve az előterjesztésben is visszautaltam, hogy 2015. november 19-én ebben a tárgykörben már a testület úgymond tárgyalt, és mivel a Művelődési Ház 483 ezer forintot nyert pályázat útján hangtechnikai berendezések beszerzésére, és két árajánlat került akkor megkérésre, és volt ez a Lumen Multimédia Kft. Árajánlata, ami felsorolja itt, hogy milyen hangtechnikai eszközök, ezt megkapták ismételten a képviselőtársaim, ugye ez 1.154.862 forint, és már ugye novemberben is arról tárgyaltunk, hogy ki kellene egészíteni 700 ezer forinttal, ugyanis annyira elavultak, szinte használhatatlanok az ottani hangtechnikai berendezések. Néha az ember attól fél, hogy egy-egy ünnepség vagy esemény kudarcba fullad. Viszont a novemberi testületi ülésen felmerült az, hogy ha már hangtechnikára költünk, akkor beszéljek ezzel a cégnek a vezetőjével, hogy lehetne olyan berendezéseket vásárolni, ebből a keretből, illetve valamivel többből, amivel a sportcsarnokot is hangosítani lehetne rendezvények alkalmával. Az ügyvezető úrral telefonon egyeztettem, azt mondta, hogy ez a két téma teljesen külön választandó, ugyanis teljesen más technikai berendezések kellenek egy sportcsarnok hangosításához, és természetesen teljesen más összegek, ott már azért sok-sok millióról van szó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amíg nem állunk úgy anyagilag, hogy sok-sok milliót költsünk a sportcsarnok hangosítására, vagy hangtechnikai berendezéseinek a megvásárlására, addig legalább lépjünk abban az ügyben, hogy egészítsük ki a Művelődési Ház által elnyert összeget, hogy legalább a Művelődési Házban megfelelő színvonalú hangosítás legyen, és ezt a hangosítást szükség esetén, külterületen, illetve szabadtéri programokon is fel tudjuk használni. És ahogy novemberben is elmondtam, az árajánlat nem tartalmaz mikrofont, mert akkor is azt ígérte a cég, hogy amikor meglesznek már ezek a hangtechnikai eszközök, ki fogják próbálni, hogy ezekhez melyik mikrofontípus a legalkalmasabb, és akkor arra tesznek majd egy újabb árajánlatot. Ez az, amit én el szerettem volna mondani. A pénzügyi bizottság tegnap megtárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, ismertesse a véleményüket. Köszönöm. A pénzügyi bizottság egyhangon elfogadta, hogy ezzel a 700 ezer forinttal kiegészítjük a pályázat összegét. Köszönöm. Képviselőtársaim, Évike jelentkezett nekem elő. Nekem egy javaslatom lenne. Én felírtam magamnak, hogy ha mikrofonról beszélünk, akkor fej- vagy csiptetős mikrofonba is gondolkodjunk, mert ne csak mindig a kézzel adogathatós mikrofonról, mert szerintem a legjobb produkciót is egy ilyen adogatással el lehet. Tehát az élvezetét el lehet rontani. Tehát célszerű lenne valami odarakós, vagy fejmikrofont, vagy nem tudom, valami olyasmit is nézzünk, hogyha lehet. Hát én azt gondolom, hogy ha majd a testület úgy dönt, hogy igen, megvesszük és felhatalmaznak a megrendelésre,
akkor ezek a szakemberek gondolom többféle mikrofont ki fognak hozni, kipróbálnak, annak függvényében adnak árajánlatot, és úgyis együtt döntünk róla. Szarvas Csaba képviselő. Szeretném, hogy kettő darab mikrofon van benne, azért igen. Vezetékes mikrofonnal. Igen. Belevéve az árajánlatba, amit azért most lehet használni. Ezeket a kiegészítők nincsenek csak benne, amit beszélt az év is. Jó. Van-e még valakinek ezzel kapcsolatban véleménye? Jó. Akkor ehhez ugye én megírtam a határozati javaslatot, és hogy könnyítsem a dolgomat, akkor felolvasom. Kartal Nagyközség Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a Művelődési Ház által pályázat útján elnyert 483 000 forintot kiegészíti 700 000 forinttal annak érdekében, hogy a Művelődési Ház megfelelő hangtechnikai eszközökkel rendelkezzen. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lumen Multimédia Kft-től az ajánlat szerinti eszközöket megrendelje, és a szállítási szerződést aláírja. Felelős Németné dr. Keresztes Katalin polgármester, határidő 15 napon belül. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület ezt a határozatot egyhangulag elfogadta. Következik a ötödik napirendi pont. Kertészeti traktor és hozzá eszközök vásárlásáról döntés. Itt már ugye a napirendek előtt beszéltünk is róla. Október 2015. október 14-én tárgyalta a testület ezt a traktorvásárlási kérdést. Akkor abban maradtunk, hogy további árajánlatokat szerezzek be, illetve úgy emlékszem, hogy a képviselő társaim is vállalták, hogy szereznek be. Én ezt követően az interneten kerestem, hogy mely cégek foglalkoznak még ilyen traktorok értékesítésével. Találtam a Mátra Agro Kft-t, tőlük 2015. november 4-én kértem árajánlatot, a mai napig nem válaszoltak. Akkor, ahogy mondtam, Urbán Attila képviselőtársunk szerzett be az Oraker Kft-től, de viszont ez egy használt japán típusú gép lett volna, 3.329.000-é, azt gondolom, hogy egy használt gépére ez nagyon sok, mert hogyha újat veszünk, arra legalább garancia van. Aztán újra megkerestem ezt a gödöllői céget, akitől a novemberben tárgyalt árajánlat is volt, és kértem, hogy küldjenek árajánlatot, de lehetőleg olcsóbbat, mint amit tavaly májusban küldtek, mert hogy túl magasnak tartotta az árakat akkor is a testületi ülés, vagyis a képviselő testület. Ők kétféle csomagot küldtek, amit megkaptak a képviselő társaim. Küldtek egy csomagot, ami 40 lóerős traktorra vonatkozik, küldtek egy másik csomagot, ami 30 lóerősre, és még a mai nap folyamán telefonon megkerestük őket, és küldtek egy harmadik csomagot, ami 50 lóerős traktorra vonatkozik. Na most én ma nekiültem és számolgattam itt, hogy akkor hogy jönnek ki az árak, mert ha végignézték a képviselő társaim, ugye felsorolja a traktort, a adaptereket, és akkor még ugye külön jönnek, hogy milyen kiegészítőket, sószórót, fűkaszát akarunk venni, és ahhoz még, tehát van egyszer a kiegészítőnek az ára, és még különböző költségek jönnek, például most mindjárt hirtelen egyet hagy említsek, azt mondja, hogy fülke fűtéssel, opció, piros rendszámmal vizsgáztatva, tehát azért mondom, hogy az összes költséget összeadtam, és ennek alapján ismertetném, hogy mi jött ki végeredményként. Az egyes csomag a 40 lóerős,
Még annyit szeretnék elmondani, hogy ezt mindnyájan látták a képviselőtársaim, hogy az összes adapterre kértem árajánlatot, viszont a rézsűkasza iszonyatos drága. Csak az 1.626.527 forint plusz áfa. Én felhívtam ezt követően a céget, hogy ez nagyon sok, és hogyha nem rendeljük meg a rézsűkaszát, akkor is áll-e az az engedmény, hogy 3%-ot engedtek az árból, kiszállítják helyben, fülkét felszerelik meg mindenféle kiegészítőket, amit fel van sorolva, azt mondták, hogy igen, akkor is. Tehát én már úgy javasolnám mindegyiket tekinteni, hogy a rézsűkaszát azt ne vegyük meg. Nagyon drága, annak az árán vehetünk jó pár jó minőségű fűkaszát, és azzal is az árkokat, illetve az árokszéleket tisztán lehet tartani. Tehát a rézsűkaszát én mindenhonnan lehúztam, meg a rézsűkaszához a kardánt, műszaki szakember vagyok. Az egyes csomag, tehát a 40 lóerős traktorra, ha mindent összeadok áfával együtt, 6.134.748 forint. A kettes csomag, a 30 lóerős, mindennel együtt 6.625.932 forint. És ahogy mondtam, ma érkezett egy 50 lóerős traktorra vonatkozó, ezt azt hiszem, hogy Piroska kiosztotta mindenkinek az ülés előtt, úgyhogy láthatjátok ennek is a fotóját. Ezt mindennel összeszámolva 8.264.751 forint lenne. Most én átadom a pénzügyi bizottság elnökének a szót, és aztán közösen megbeszéljük, hogy hogyan tovább, mert hogy a pénzügyi bizottság ezt is tegnap megtárgyalta, a harmadik csomag az ma érkezett, az természetesen nem tudta megtárgyalni, úgyhogy kérem, hogy mi a bizottság javaslata. Köszönöm. Igazából a traktor vásárlást a pénzügyi bizottság 100%-ban támogatja, és egyhangon elfogadta. Mi is beszéltük ezt a rézsükaszát, hogy ez véleményünk szerint ez egy nagyon drága dolog, és ezt nem igazán használjuk ki. Inkább helyette, ha esetleg rendelkezésre áll az összeg, lehet akár pótkocsiba gondolkozni, vagy egyéb olyan kiegészítőbe, amit inkább tudunk hasznosítani. Viszont volt a Kalcsó képviselő úrnak volt egy nagyon hasznos, vagy egy nagyon jó hozzáfűzni valója, hogy pont most nyílt meg ez a mezőgazdasági kiállítás, és hogy akár többen is elmennénk, akár holnapin a folyamán, és is szétnéznénk, hogy van-e valami, esetleg nincs-e valami olyan kedvező ajánlat, amit ott gyorsan helyben lehetne egy kicsit spórolni, és a következő héten akár egy ilyen rendkívüli testületi ülésen döntenénk erről, ha esetleg van valami jobb ajánlat. Mert azt néztük, hogy egy 2-3 hét itt is, vagyis a 2 és 4 hét a szállítási idő. Most ennek, hogy most eldöntjük, vagy éppen jövő héten, hétfőn vagy kedden, már majdnem mindegy, hogy még annyi esélyt adjunk neki, hogy hát a szerencsénk van. Akár egy ilyen kiállított modell, ami ott van, vadonatúj, de lehet, hogy egy pár százezer forinttal, vagy akár egy 500.000-val olcsóbb, akkor az megmarad. Szászín évig. Nagyon jól tartom, amit Gábor mondott. Én ettől függetlenül is azt gondolom, mivel a határidőket én is néztem, hogy ettől függetlenül mindenképpen kell egy megoldást találnunk arra is, aholnap leesik a hó. Tehát ki kell találnunk valamit, hogy legyen, hogy kivel kössünk egy szerződést addig is, amíg a... Tehát ki fogja a hólapátolást megoldani, hogyha itt ránk szakad az ég. Tehát muszáj erről is beszélnünk, azt gondolom, illetve még arról is, hogyha megveszünk a traktort, mert abszolút támogatom az ötletet, ki fogja vezetni, ki vállalja érte a felelősséget. Tehát ki lesz az az oktató, és a másik az, hogy például hogy lesz a munkaköri leírása, tehát hogy hajnalban 4 órakor, vagy leesik a hó, akkor ő hajnal 4 órakor fölül a traktorra és kimegy, vagy meg kell várja az utasítást. Tehát hogy fog ez a valóságban majd működni? Adom a választ. Van a, bocsánat Tibi, jó, ezt megválaszolom, és akkor adom a szót. A közalkalmazottaink között van a Sőregi József nevű dolgozónk, aki az ilyen gépek vezetéséhez minden szükséges jogosítvánnyal rendelkezik, és ő lenne az állandó vezető, és természetesen úgy lenne ugye a munkaideje meghatározva, pláne ugye téli időszakban, hogyha hajnalba esett a hó, vagy éppen sózni kell, akkor ő hajnalba indul, aztán majd úgy dolgozza le a munkaidejét, hogy a 8 óra úgymond rugalmasan lesz abban az időszakban kezelve.
hát nyáron, meg tavasztól őszig ugye a fűnyírás, az meg evidens, hogy munkaidő alatt. Tehát megfelelő szakember, mert ezt már korábban is beszéltük, hogy akárki nem ülhet rá, mert jó, ha egy gépjárműnek egy kezelője van. És akkor az első felvetésem, hogy akkor mi lesz addig is a hóval, amíg meg lesz a traktor? Hát az, ami eddig. Lapát, közfoglalkoztatottak, kézzel szórták a sót. Senkinek nincs javaslata, Gábor, valami megoldást nem tudtak. Az a volt, tehát itt igazából a probléma a kerékpárokkal, a járdákkal, és ilyen kicsi gépe az Árpinak volt, de nincs ügy. Így van. És esetleg azonnal kötni egy szerződést, vagy valamit. De mellék utcán meg viszont azért vannak olyan vállalkozók, akik nagy traktorral végigmentek régebben is. Én erre gondoltam az előbb is. Gábor. Nem akartam nevesíteni, igen, de nekem is van. Azért mondom, tudjuk, hogy Kovács Csillagy is úgy tudom, hogy mert itt nem csak a kerékpárútról volt, hanem a mellékutcáknak az állapota is. Utána jött a fagy, bordásan megfagyott, sokkal veszélyesebb volt, mint hogyha letaposták volna, és úgymond simán maradt volna. Tehát én továbbra is azon, hogy addig is kell kötni. Kell valami, azért mondtam, hogy gyakorlatilag a kerékpárút akkor ezek szerint marad a kézierővel, de a mellékutcákra, hát annyiszor visszahalljuk azt teljes joggal, hogy a nem főúton élők másodmeg rangú állampolgárok. Főutat tudjuk, hogy nem nekünk kell takarítani, na de a többség az a mellékutcákban él. Hogy Gábort tudja bizonyítani, hogy én hívtam őt a hó időszakba, hogy legyen szíves megoldani a hókotrást, de a gép éppen akkor nem működött neki, tehát azért nem tudtunk végigmenni. A kis Ottóval szintén beszéltem, ő is mondta, hogy ez nem az ő autója, nem tud végigmenni, úgyhogy akkor is próbálkoztunk. Még egyszer nem... Tessék? És a TSZ esetben? TSZ, ami nekik van. Tehát az emlényegé traktorról legyen egy húzólap. Nem tudom, hogy van-e tolólapjuk, megmondom őszintén. Tehát az elmúlt években a TSZ is, hogy mind a három jelentkezővel mindig szerződést kötöttünk. Igen. Azért mondom, és a TSZ tudom, hogy a Gáborék voltak, ugye őt én hívtam is, még egyszer a gép, tehát a gépezet, amivel dolgoztak volna, nem működött. Mindenképp kell. Akkor és most nem tudjuk. Hát akkor az volna a legideálisabb, hogy rögtön. Persze. Egy hajnalba telefonjából felkel, és elindul. Hajnal 3 óra, akkor kinéz az ember az ablakon, úgy voltunk megegyezve régen egyébként a hótoláskor. Minden hajnalban 3 óra, akkor az embernek ki kellett nézni az ablakon, ha esett a hó, akkor indulni kell azért, hogy az orvosi rendelő, a konyha, az iskola, közintézmények elő kell, a parkoló, itt a főtérre le legyen tudva. De akkor ezt a szerződést meg kellene hosszabbítani, nem? Megszavaznunk kellene róla, én azt gondolom, mert mindig szavazni szoktunk arról, hogy valakivel akkor legyen megkötve ez a szerződés. Csak én azt mondom, hogy úgy, véleményem szerint, ahogy régen is volt, tehát mindenféleképpen egy 2-3 ember legyen benne ebbe a csomagba, ha véletlenül valakinek baja van, még a másik 2 mindig ott van, és föl tudtuk osztani egymás között, mert volt, akinek olyan gépe volt, aki az Árpiék például a traktorral ilyen, szűkebb Csiki-Csuki utcában sokkal jobban tudtak menni, mint például Ifával, hogy ne kelljen sokat tolatgatni. Tehát az már bejáratott dolog. Tehát az utcákkal nincs probléma véleményem szerint, hanem most a biciklis út az, amire nincs gép. Hát én nem tudom, nálunk is nagyon nehéz volt kijönni. Tehát én a mellékutcákban jártam, és én azért azt gondolom, hogy elégyegesek voltak azok. Tehát ha nincs, akkor elkotorva is megolvad, ahol is ráfagy, akkor szekértelség. És ha nekem lenne egy eretnek javaslatom, ugye, az is fenn volt a Facebookon, Csabi is feltette az aszóbírnak a képét, hogy ilyet akartam vetetni a testülete, és ha ebben az esetben megkérnék az aszóbírakat, hogy jöjjenek végig a kerékpárúton, mert nem vállalják? Már próbálkoztatok? Nem akarok senkit megbántani, de aszódtól egyszer béreltünk az első falu karácsonyra sátrat. Nem akarom ragozni, hogy mennyiért, milyen minőségbe, meg hogy. Úgyhogy nem gondolom, hogy bérbe adnák, de nem is szeretném bérbe venni. Biztos, hogy akkor omlik el rajta bérbe, valami. Ők csinálnak, tehát az az ember ülne rajta, aki ott is vezeti. Megkérdezhetem Sztán polgármester urat, de nem hiszem, hogy ez működik, mert ha esik a hó, akkor ott is szükség van a gépre, akkor nem fogja átengedni kartalra.
Nos, további véleményeket. Én nem vagyok ellene, hogy ha bevállalja egy-két fiú, férfi képviselőtársunk, megnézik akkor ezt a országos mezőgazdasági kiállítást, és lényeg az, hogy ettől akkor, ha olcsóbbat tudnak szerezni, akkor hozzanak róla prospektust, mert gondolom ott is vannak ilyen katalógusok, egy árajánlatot, igen, és akkor összeülünk akár a jövő héten. Kalcsó képviselő? Fantázia, látok, én szerintem nem erről volt szó. Én úgy gondolom, mindenféleképpen kell egy ekkora településnek egy önjáró gépet venni. Arról beszéltünk, hogy egy fülkésgépet veszünk, ami télen-nyáron hasznosítható, illetve lehet benne kényelmesen ülni. Itt, amiről beszéltünk, a 40 lovas gépről, egy fülke nélküli. Mindegyik fülkés. Itt van rajta, hát vezető fülke, ja, 911 000 forint. A fülkét, ha hozzáveszünk, a másik, az 50 lóerős géphez, már csak 600 000 forint a differenciál kettő között, és ez gyári fülkével jön, és benne vannak olyan dolgok, amivel másikban nem biztos, az mondja, rugózott komfort tűrés, kerék, orsói, rádió, forgófény, meg kutyafüle melléje. Most én úgy gondolom, hogy ha veszünk egy gépet, abból induljunk ki, hogy ne két napra vegyük, vagy két éve, hanem hogy 5-10 évre legalább, hogyha egy normális figura kezeli, vagy van rajta, aki odafigyel a dolgokra, és adja Isten, hogy egyszer a Pest megye leválik Budapestről, és lehet, hogy belekerülünk egy mezőgazdasági programba, már mint önkormányzatra gondoltam, és esetleg talán még a mezőgazdaságban bizonyos kertekben, vagy a saját területén közhasznosokkal tud bizonyos dolgot termelni. Egy 40 lovas traktorot, tapasztalatban mondom, az ki van hegyezve. Most, hogy egy mellékutat is például hótolóval, ha olyan gépünk lenne, lehetne takarítani, de az, én azt mondom, most is egy 50 lovas gépet venni kell. De azért nem kell elfelejteni ezek a gépek, amilyen áron, mert ez a Starasz Kft., ha jól mondom a nevét, ez a Gödöllői cég, ez egy nagyon jó árat mondott, nem biztos, hogy ettől jobbat lesz, ezek mind kínai cuccok gyakorlatilag, szóval ez nem egy márkás, úgymond egy John Deere vagy egy Fendt traktorhoz kell hasonlítani, de lehet, hogy tökéletesen megfelel. Én tegnap azt mondtam a pénzügyi bizottságon, hogy ez a gép, ez egy nagyon jó ajánlat, ennek van egy X összeg, amit az elébe esetleg kiszámoltál, de hogy mit veszünk a géphöz? Ha nem biztos, hogy nekünk a kaszával kell kezdeni. Ha csak áprilisban lesz gépünk, akkor már valószínű, hogy kaszát kell venni, nem hótoló. A hótoló mert már csak őszre kell, de hogyha ez egy 2-3 héten belül úgymond realizálódik, akkor egy hótoló, egy söprű, meg egy sószóró, ami az első lépésként kell egy géphöz. És olyan gépet kell vennünk, amit egészen a végtelenségig, most csúnya szóval mondom, nem árokáshoz, de árokformálóhoz, pótkocsi vagy három oldalra billenthető, később hozzá lehet, ha van pénzünk, akkor mindig lehet venni valamit melléje, és akkor bővíteni ennek a palettáját. Erre mondtam én, hogy esetleg most az Omég tegnap nyílt, elmegyünk, van egy ilyen, mit tudom, mit számoltak, 7 millió vagy 8 milliót számoltak, körülbelül ekkora... Az 50 lóerős, ez 8.264.751, viszont ugye nem volt annyira időtök átnézni, mert most lett kiosztva, ehhez nincs fűkasza, ehhez csak egy hótolót, tehát ez még ehhez hozzájönnek az adapterek, tehát akkor az bőven 10... Az adapterek egy gyakorlatilag bármilyen géphöz csatolható. De a többibe benne vannak az adapterek is. Jó, de most az elég mondtam, hogy vehetünk egy kisebb gépet is, azt aztán killódunk vele. Volt majd egy kisebb vaszak gépek, hogy csak leskelődtünk is. Én azt mondom, ha van pénzünk, aztán 1-2 milliót, most nem akarom én szórni a pénzt, inkább adjunk az olyan gépje, ami... Tényleg még a unokáink is mehetnek vele, hogyha olyan kezekben van, hogy nem egy tróger ül rajta. Én erre mondtam én, hogy holnap én hajlandó vagyok elmenni, de én nem egyedül akarok elmenni. Azt szeretném, ott lenne mindenki. Tudom, hogy ez lehetetlen, hogy 8 ember ott legyen, de jó néhány legyen ott, az hát, ha találunk, ettől jobban, nem azt mondom, hogy jó, mert ettől jobbat én szerintem nagyon nehéz találni, mert ez egy nagyon korrekt ajánlat. Én a Kft. Mellett kimennék állni, de lehet. De viszont, hogy otthon, ha találsz egy ajánlatot, akkor nem prospektus húzok azt magaddal, nem vagyunk mint reklámhordozó, akkor ott már konkrétan meg kell beszélni. Uram, hétfőn a polgármesterrel aláíratja a szerződést. Hát ott nem lehet úgy beszélni, hogy adjon neki a prospektus, azt viszem haza, azt már megmutatom a testületnek. Ha valaki már vett ilyen részt, akkor az, vannak dolgok, amikor úgymond azonnal el kell szóba is kötelezni magadat, és onnantól kezdve akkor nem lehetne visszalépni. Azért raffinált ez a dolog, én nem akarok én
prospektust gyűjteni, oda elmehet akárki is, elküldünk egy gyereket, az menjen minden standon, hozzon egy papírt, azt nézegethessük. Ott azért lehet beszélgetni bizonyos vezetőkkel, és az sincs kizárva, hogy akár végig a palettát, mind a 20 fajta naptért később megveheted attól a cégtől, és akkor azt mondja, uram, maga elkötelezi magát, adok magának ilyen kedvezményt. Én már láttam egyszer-kétszer egy pár millió forintot, most nem biztos, hogy ilyen helyzetbe kerülünk, én ezt most ezzel nem rindatok senkit, de én annak örülnék, hogy ott lennének a képviselőtársaimból is jó néhány ember, és azt mondanám, hát tényleg akkor ez jobb, ez a zöld, vagy a piros, vagy mit tudom, milyen márkál, a traktor, mint nem ez, az ára is megfelel, és akkor vegyünk egy ilyet. Van-e még valakinek ezzel kapcsolatban véleménye? Szarvas képviselő úr. Szeretnék akkor hozzáfűzni én is, hogy meg lehet nézni, de ugye, mint ahogy mondtuk is, hogy már átnéztünk egy jó pár árajánlatot, mehetünk még, húzhatjuk az időt tovább, de én azt mondom, hogy ez egy egész, ahogy Tibor képviselő is mondta, hogy egy korrekt árajánlat. Én úgy mondom, hogy azt kellene eldöntenünk, hogy a nagyobbikat veszük meg, vagy a kisebbiket, és szerintem dönteni kellene, hogy ne húzzuk tovább ezt a dolgot. Most hát én személy szerint a egyes csomagot javasolnám, a 40 lóerőset, mert ahhoz az összes adapterrel, ahogy mondtam, 6.134.748 forint. És ahhoz képest szerintem, hogy tehát ne 15-20 évre gondolkodjunk, nem kell nekünk akkora traktor, ez olyan méret, ami pontosan megfelel a járda és a kerékpárút letakarítására, és ahhoz képest, hogy az előző években még fűkaszára se telt az önkormányzatnak, mert mikor ide kerültem, akkor 3 rosszból csináltak a közfoglalkoztatottak egy működő fűkaszát. Vegyük azért figyelembe a költségvetési lehetőségeinket is. Ezen kívül még nagyon sok feladatunk van, és jelenleg a számlánkon van 35 millió forint, és nem akarom itt, tehát hál' Istennek minden számlát ki tudunk fizetni, de azért gondolkodjunk azon el, hogy még a télnek nagyon soká lesz vége, még a márciusi adóbevételek igencsak odébb vannak, és csak mondok példákat, 1 millió forint az iskola fűtése havonta, 600 ezer a közvilágítás, tehát azért itt jönnek itt számlák, élelem, stb. Tehát azért nagyon ne rugaszkodjunk el, hogy most 10-akárhány milliót költünk traktorra. Én azt gondolom, hogy ez a 40 lóerős, az a 6.134.000 forint bevállalható összes adapterrel, és megfelel annak, amire mi szeretnénk, és azt gondolom, hogy ez a településnek a komfortját úgymond megint növeli. Én nekem ez a javaslatom, természetesen másnak lehet más, és akkor majd szavazunk, hogy ki melyik határozati javaslat mellé áll. Gyöngy Mónika? Én azt gondolom, hogy biztosan sokan jártunk már ilyen kiállításokon, bármilyen témában, ugye nagyon sokat rendeznek. Ezeknek általában ugye az szokott lenni az apropója, hogy tényleg ott a helyszíni megrendeléskor igen jelentős kedvezményeket adnak. Tehát én azt gondolom, hogy a Tibi részéről ez a felvetés, hogy hajlandó volna, nyilván férfiként másképp látja, hogy nekem azt sem mond sokat, hogy a 40 lóerős vagy az 50 lóerős az egész, az elég traktorként nekünk, tehát nyilván egy férfi ehhez a témához jobban ért, tehát hogyha az ő részéről jött ilyen felvetés, ha a mai napon úgy döntenénk, hogy megrendeljük a traktort, holnap akkor sem lenne kis traktorunk. Tehát hogyha holnapi napon leesne a hó, arra most akkor is kellene valamilyen fajta megoldást találnunk. Hogy most 2 nappal többre szerződünk valakivel, vagy 2 nappal kevesebbre, de még megadjuk azt az esélyt, hogy adott esetben kapjunk mégiscsak egy jobb ajánlatot, én azt gondolom, hogy azt már nem kellene elszalasztanunk. Az adaptérben, hogy felsoroltál, mik vannak benne, ha megszabad? Melyikbe? Hát amit mondtad, az a 40 lovasnak a felszerelésével. Hát megkaptátok, de felsorolom. Tehát a rézsükaszát, bocsánat, kihúzzuk, marad benne a műtrágya és sószóró, hótolólap, akkor ugye van maga a traktor, fűnyíró adapter, és akkor a fülke. Vezető fülke. Igen.
3-4 hét szállítás. Fotó is van mindenről, ezt is megkaptátok, hogy hogy néznek. Én is csak annyit szeretnék mondani, hogy támogatom, amit polgármester asszony mondott, hogy tulajdonképpen tényleg meg kell nézni, hogy nekünk mire kell. Tehát mi nem a szántóföldeken akarunk dolgozni a traktorral, hanem nekünk a községben lévő feladatokat kell ellátni a traktorral. És annyi feladatunk van még a traktoron kívül is, hogy jót kellene venni, és úgy, hogy tényleg az időtálló legyen, sokáig meg legyen, minden tudjon, amit nekünk tudni kell. És ez tényleg jobb, hogyha többen elmentek. Nyilván mi nőként nem fogunk ebbe túl sokat bele tudni szólni. Szarvas Csaba? Mégis nincs akadály, hogy menjünk te így ebbe teljes mértékben. Igazatok van, hogy ez egy-két nap ide-oda nem számít, azért azt is vegyük figyelembe, hogy ez Gödöllőn van. Ingyen kihozza, ha vissza kell valamiért vinnünk, jótállási szerelésért. Hát, Gödöllőre kapsz egy másik ugyanolyan ajánlatot. Hát, annyi hát Gödöllő nincs másik, de most lényeg, csak mondom, hogy ezt is figyelembe kell venni majd, hogy honnan hozzuk. Igen, szóval semmi gond, mert elmegyünk, eszünk egy jót, aztán szétnézünk. Egészséget. Olá Klára, a polgármester asszony. Én egy picit úgy érzem, hogy már túlreagáljuk ezt a kérdést. Én azt mondom, hogy éljünk azzal a lehetőséggel, amit a Kalcsó Tibor képviselő úr mondott. Legyen egy elvi határozat, vagy legyen egy határozat mai nap folyamán, hogy meg fogjuk venni a traktort, tehát van szándéka a testületnek, hogy traktort vesz. Holnap a Kalcsó képviselő úr képviseljen minket, hogyha elmegy vele más képviselő, aki ért hozzá, tehát személy szerint én nem értek a traktorhoz, tehát olyan férfi, aki műszaki beállítottságú elmegy, és szétnéznek, megnézik, hogy esetleg milyen más típusú traktorok vannak, hasonló típusok vagy jobbak, más árfekvésben, milyen árfekvésben, nézzük meg a lehetőséget, ezzel nem veszítünk semmit, tehát akkor ezt a lehetőséget se hagyjuk ki. Én úgy gondolom, hogy attól, hogy az Omékon vagy bármilyen kiállításon azonnal kötetnek az üzletek, egy jó üzletember valóban azonnal köt üzletet, legnagyobb százalékot akkor adja engedményt, viszont egy jó üzletember nem fogja elhalasztani a lehetőséget, és 3-4 nap múlva is meg fogja kötni azt az üzletet, hiszen nyerességorientáltak ezek a cégek. Tehát, hogyha ezen az Omék kiállításon a Kalcsó képviselőt úr, és aki vele együtt tart, egy-két céggel tárgyal, és azt mondja, hogy ez önkormányzatnak kell, és kell róla egy határozat, akkor biztos, hogy pláne egy nagyobb cég, és aki kicsit is komolyan gondolkozik, az bele fog abba menni, hogy egy jövő heti rendkívüli testületi ülés után leüljünk, és közöljük velük azt, hogy igen, tőlük szeretnék megvásárolni. És akkor így minden lehetőséget számba vetettünk, minden lehetőséget megnéztük, abban pedig teljesen egyetértek a polgármesterasszonnyal is, meg a Szászinévával is, hogy ezért vegyék figyelembe azt is, hogy jól legyen ez a gép, hosszú távon legyen, de nem csak ezt be kell fejleszteni karttal, tehát másra is kell pénzt. Valóban van jelen pillanatban rengeteg forrásunk, ahhoz képest az elmúlt évekhez képest, csak ezek a források eléggé fognak fogyni, meg nagyon sok minden teendő van még karttalan. Tehát én úgy gondolom, hogy ha szavazunk a traktorról, és hogyha ezt a Tibor felvállalja, akkor én személy szerint megköszönöm neki, és éljünk ezzel a lehetőséggel. De dönteni egy rendkívül ülésen jövő héten döntsünk, hogy akkor melyik ajánlatot fogadjuk el. Mert én csak annyit szólnék hozzá, hogy emlékeim szerint a novemberi ülésen szavaztunk már arról, hogy szándékában áll a testületnek traktort vásárolnia. Tehát ugye a napi rend előtti felszólításnál pont erről egyeztettünk, hogy akkor már döntött a testület arról, hogy igen, szeretnénk traktort vásárolni, tehát ezt a döntést nem hiszem, hogy meg kell ismételni. Ez már megszületett. És akkor a jövő héten egy rendkívül ülésen dönthetünk arról, hogy konkrétan melyik traktor és milyen áron legyen. Akkor ezt a döntést akkor egészítsük ki. Várjuk meg a Én szeretném, ha legalább két férfi képviselőtársam menne. Én azt szeretném, hogy te mondtál, hogy 40 lóerőről beszélsz, én ragaszkodok a magam módján az 50 lóerőhöz, mert azért nem mindegy, egy román talpú, nem akarom a románokat lenézni, bár ott is cipő, meg van egy normális cipő, és ha leszállsz a traktorom, azt leválik a talpa, azt el lehet dobni. Most én nem akarom még kisenyésíteni, tehát 40 lovasat, bocsánat, nem bántom én az a szódiátnak, hogy mit vettek. A Szentendrei Ferétnek például az 50 lovason meg kellett volna talán nézni, náluk kettő is, hogy működik, hogy nem működik. Én mindig azt mondtam, hogy adott feladatra sokkal jobb, hogyha kényelmesen dolgozik egy gép, mint mikor ki van hegyezve. Rehessük egy 20 centi só eset olyan is, azt túrni kell, vagy húzni kell, az nem mindegy, hogy kapaszkodik. Tehát én a testületre bízom, én személy szerint én ragaszkodnák az 50 lóerőhöz. Keskeny nyomtávúzom, hát, elmegyek kerékpár úton, meg mindenhol használható. De tulajdonképpen, amit a polgármester asszony mondott, az lehetővé teszi, hogyha két képviselő, férfi képviselő elmegy, vagy akár három, aki bevállalja,
ott szétnézhettek, hogy most akkor 50 lóerős is mennyibe kerül, meg a 40 lóerős is, meg a méreteiket, mert ott látjátok a saját szemetekkel, meg a műszaki paramétereket férfiak jobban ismerik. Akkor itt elhangzott már az előbb szerintem egy összeg. Ugye, hogy azért egy összegben gondolkodjunk már, hogy mennyi az az összeg, amit erre rá tudunk szállni, maximum mennyi az az összeg, amiben a fiatal emberek. Én amit mondtam, ezt szeretném, hogy ez a 6 millió körüli összeg, mert ebbe, ahogy mondtam, minden adapter benne van, és ettől többet nem szeretnék költeni rá. Gondolom a képviselők se, mert a pénznek van ezer helye, nem akarom ismételni magam. Akkor most kérek önként jelentkezőket, hogy a Kalcsó Tibor képviselő társunkkal melyik férfi képviselő társaink vállalják be, hogy elmennek, megnézik. Jó. Attila, tökéletes. Csaba, szuper. Köszönöm szépen. Akkor én azt gondolom, hogy erről nem kell határozat. A képviselők... Arról kellene viszont, hogy 6 millió plusz-minusz 500 ezer forint. Arról határozni. Vagy egy felső határérték. Felső határérték, 6,5 millió. Jó. Mondjuk. Vagy mégis teljesen minden, mert jövő és a legjobbat kihozni belőle, amit lehet. Klári? Én a Tiborhoz kérdeznék. Ugye nem gyakorlati, hogyha most meghatározunk egy összeget? Hát nem. Én szerintem ne határozom. Te fölösleges, ez szétnéztek. Most jövő hét elején erről össze lehet ülni egy rendkívül, és azokon meg lehet beszélni. Én szerintem ne határozunk meg összeget. Egy személy azért kellene, aki a prospektust gyűjtögetni, meg hozná a szatyorba. Valamelyik lány eljön, azt akkor gyűjtöget össze. Ne határozom meg én úgy összeget. Aki képviselni fogják az önkormányzatot az Omékon, abból úgy is tudjuk, hogy a Tibor értehez szakmailag is. Tehát én úgy gondolom, hogy ő maximálisan azt fogja követni, hogy egy jó minőségű, jó áron levő traktorról hozzatok ajánlatot. Jó, nem lenne gyakorlatilag, hogyha most azt mondanánk, hogy 6, és annál tovább nem metünk, vagy 6,5, úgyis lesz jövő héten egy rendkívüli, leülünk, átnézzük, és akkor döntsünk arról. Akkor egy határozati javaslatot tennék fel, jó? Most már lépjünk már túl a traktoron, mert már hosszú ideig tart. Akkor arról határozzunk, én azt javasolom, hogy a képviselőtestület felhatalmazza Kalcsó Tibor, Szarvas Csaba, Urbán Attila és Langa Gábor képviselő társainkat, hogy látogassanak el a országos mezőgazdasági kiállításra, és itt az elhangzott elvárásoknak megfelelő kertészeti traktorokról, amit látnak, hozzanak árajánlatot. És jövő héten ezek árajánlatok birtokába egy rendkívüli testületülésen eldöntjük, hogy akkor melyiket vásároljuk. Jó lesz így? Aki... Igen, Mónika? Én majd ezen a témán belül még egy határozatot szeretném, hogyha hozna a testület itt az addigi hóeltakarítási. Jó, egy pillanat, akkor ezt megszavaztatom, jó? Tehát aki egyetért ezzel, amit az előbb határozati javaslatként elmondtam, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangulag. Parancsolj, Mónika! Csak szeretnék visszakanyarodni ahhoz, amiről már beszéltünk a Szászini Győri Éva képviselőtársam felvetése alapján, hogy addig is meg kell oldanunk a hóeltakarítást, hogyha vészhelyzet van. Tehát én szeretném, hogyha lenne erre vonatkozóan az önkormányzatnak egy szerződése arról, hogy lesz, aki kimegy, hogyha itt leesik a hó, és addig is legalább a mellékutakat eltolják, hogyha a biciklis utat addig nem is tudjuk tisztán tartani. Jó, csak akkor most megint kezdjük azzal, hogy kérjek be 3 árajánlatot? Igen, és akár a jövő heti rendkívül élesen tudnánk erről szavazni is. Én azt gondolom, hogy hatalmazzuk fel a polgármester azt, hogy ez az 500 ezer forintba belefér, akkor ő saját hatáskörben is dönthet arról, hogy kit bíz meg a munkával. Egy csak a lényeg, hogy a munka legyen. Szerintem is belefér abba, hogy... Lehet, hogy nem is fog esni a hó egyébként. Ha szerencsénk van, nem, de nem hiszem, hogy olyan óradíjakkal dolgozna bármelyik ilyen géppel rendelkező, hogy az meghaladná azt, hogy én megkérjem, és ő azonnal intézkedik. Reméljük már lassan a fű fog nőlni, és akkor ezen túl leszünk. Jó, akkor ezt a napi rendet azt gondolom kiveséztük.
egy picit itt már annyira ezzel kapcsolatban, hogy tovább. Kell határozatot hoznunk, ugye? Tehát arról, hogy meg... Nem. Nem, mert hogy saját hatáskörben ebbe intézkedhetek. Bocsánat, ez mind a traktor. Jó, akkor következő napirendi pont, a hatodik, az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjainak a megállapítása. Igazából én már korábban gondoltam rá, de aztán a művelődési ház ösztökélt arra, hogy lépjek is benne, mint ahogy az előterjesztésben írtam, az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek bérleti díja legutoljára 2002-ben került szabályozásra, ugye azóta eltelt 14 év, és nem szeretném felsorolni az összes díjat, nem fárasztom itt majd a tévénézőket, a képviselőtársaim pedig megkapták, hogy mi volt a régi, illetve a most hatályos díj, és mi az, amit javasolunk. Igazából nagy emelési javaslatok nincsenek, de azért figyelembe kell venni, hogy azért emelkedtek 14 év alatt a víz, az áram és mindennek a díja, tehát akár ha a művelődési házat adjuk ki, akár a végül is nem sokat változtattunk, konyha, számítástechnikai termek, tulajdonképpen pár száz forinttal, ahogy látják a képviselőtársaim, javasoltuk a pénzügyel együtt emelni. A pénzügyi bizottság megtárgyalta ezt az előterjesztést, úgyhogy kérem, hogy a bizottság elnöke ismertesse a javaslatukat. Köszönöm. Igazából, ami az előterjesztésben elment mindenkihez, azokat az árakat, majdnem mindent elfogadtunk. A ravatalozónál volt 30 000 forintról 20 000 forintra lett volna javasolt ár. Nem tudjuk, hogy csak elírás vagy nem, de így... A 30 ezer az egész évre szól. A 20 ezer pedig nem. El van írva. De az, hogy nem, mert mi már annak ilyen alkalmat szavaztunk meg. Igen, tehát 30 ezer forint alkalom volt eredetileg, és a javasolt ár viszont 20 ezer lett volna, és ott a bizottság úgy döntött, hogy akkor maradjon. Ha eddig is annyi volt, akkor maradjon annyi. Tehát a 30 ezer. És amiről igazából nem döntöttünk, hanem most az ülés előtt a művelődési ház a művelődési házzal beszéltem, vagy ők kerestek itt engem, és ott abban van egy kis különbség, hogy a családi rendezvények nem volt. Tehát a családi rendezvény céljára a rövid, tehát egy születésnap, egy házassági évforduló, tehát egy ilyen rövid buli, hogy azt egy 2500 forint per óra díjba határozzuk meg. Tehát ez nem volt benne, és én javasolnám, hogy ez a holiday tanfolyam, tehát ez a tánc tanfolyam, ez nem működik. És hogy ennek a helyére, tehát a hármas pontba, igen, annak a helyére tennénk be ezt a családi rendezvényt, ezeket a rövid családi rendezvényeket, egy 2500 forint per órás bérleti díjjal. Valamint egy olyan javaslat jött hozzám, hogy a családi rendezvények céljára 55 ezer forint volt a bérlet per alkalom, és azt a javasolt pedig 70 ezer lenne, és azt mondják a művelődési háztagja, hogy ha lehet, ne emeljük föl, mert így is nagyon-nagyon nehezen veszik ki. És egy lakodalom le van már tudomásom szerint foglalva a nyárra, és velük van egy egyesség 55 ezer forintra, hogy akkor azt már nem bolygassuk, hanem hagyjuk úgy. Köszönöm. Igen, itt a pénzügyel ugye egyeztettem, amikor ezt az előterjesztést készítettem. Ide adták, hogy jelenleg milyen bérleti díjak vannak. És a jelenlegi díj, most visszatérve a ravatalozóra, valóban úgy van abban a határozatban, hogy 30 000 forint plusz áfa per év. De közben most már másik cég végzi a temetkezést Karttalon, és nekem akkor a pénzügy azt a tájékoztatást adta, hogy bruttó 30 ezer forint alkalomként a ravatalozó használat, de aztán ma tisztáztuk, hogy 20 ezer forint, tehát egy kis kavarodás volt itt a pénzügyi nyilvántartásban is.
Tehát most akkor, ha jól értelmezem, akkor a pénzügyi bizottság is a 20 ezer forintot javasolja a ravatalozónak? Nem, 30 volt, és hogy akkor az maradjon ugyanúgy. Ja, akkor maradjon. Jó, akkor az a jó, amit beírtam, rendben van, akkor ez 30 ezer. Nem egész évre, hanem alkalmanként, persze, alkalmanként. Jó, rendben. Jó. Egyetértek azzal én, hogy a családi rendezvények céljára akkor ne emeljünk. Itt van végül is a művelődési ház vezetője is. És akkor ez a holiday tanfolyam is úgymond elévült, mert már ilyen nincs. Akkor ehelyett legyen az, hogy családi rendezvények 2500 forint per óra. Jó? Rövid, nem lakodalom, hanem igen, rövid, igen, most egy pár órás, igen. És ugye a lakodalom akkor elnánk egyet, vagy nem, az mennyire az a lakodalom, ami már le van szerződve, vagy amire már van ajánlat, hogy ezt ne bántsuk. De a többire is azt bólogatják itt, akik... Az is maradjon, igen. Az is maradjon. Jó. Gyöngy Mónika? Én még ezt egy dologgal szeretném kiegészíteni, amit itt az előterjesztésben nem láttam, de hát szülőként én is... nyilván szembesülök vele, hogy a bölcsödénknek a keretén belül többféle szolgáltatás nyújtás történik, amit a szülők a gyermekek részére térítés ellenében igénybe vehetnek. Lehet itt ez a sószoba, lehet itt ez a játszóházra történő jelentkezés, illetve amit szerettem volna, hogy polgármester asszony, tudom, hogy már kapott erről tájékoztatást, de ti lehet, hogy nem tudjátok, és én nagyon örülök a hírnek, hogy október vagy november hónaptól kezdve a bölcsödében is van a kisgyermekek számára angol oktatás. Ez heti 230 percet jelent, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előny, amit a bölcsöde tud nyújtani a kicsik számára. Lehet erről vitatkozni, nekik érdemes vagy nem érdemes. Én látom ezt tapasztalatból, hogy az én gyermekem számára ez egy nagyon nagy hasznot nyújtó dolog, úgyhogy ez azt gondolom, hogy ahogy az ikladiak büszkélkedhetnek a német nyelvű oktatással, mi is büszkélkedhetünk egy kicsit ezzel az angol nyelvű oktatással, amihez én szeretném megköszönni bölcsödevezetőnek is, a dolgozóknak is a segítségét, hogy ez létrejöhetett, mert nyilván ezt meg kellett szervezni, több csoportból összehozni a gyerekeket, és mindjárt rátérnék, hogy miért is... ehhez a napirendi ponthoz szerettem volna ezt hozzáfűzni. Ugye ezekért a külön szolgáltatásokért az önkormányzat részére is fizetnek ezek a szolgáltatás nyújtó személyek bérleti díjat. Én azt gondolom, hogy egy sószobás alkalmazás, vagy foglalkozás, vagy adott esetben a játszóház, ahol 15-20, vagy van, hogy 30 gyerek is részt vesz tudomásom szerint, ez rendben van, hogy kifizetik ezt az alkalmankénti, ha jól tudom, 1000 forintos összeget mindenkinek, talán ez az egységár az, ami szerepel. Viszont az angol oktatás tekintetében én szeretném a képviselőtestületet abban való határozathozatalra sarkalni, hogyha lehet, illetve azt elvenni, hogy itt heti két alkalomról van szó, 2x30 perc, 5-6-8 gyerek az, aki érintett ebben a témában. Én azt gondolom, hogy mivel a költség sem egy nagy, tehát a térítés sem egy nagy összeg, amit az angol oktató hölgy, az kér a gyerekektől, tehát annál az összegnél, amivel körülbelül a benzinköltségét fedezzük a hölgynek, ő sokkal többet ad a mi gyerekeink számára. Én azt javasolnám, hogyha a testület ezzel egyetért, hogy erre a heti kétszer 30 perc vonatkozásában esetleg tekintsünk el ettől az 1000 forintos alkalmankénti összegtől. Itt van az Évik. Igen. Én úgy emlékszem, hogy amikor a játszószoba, nem biztos, hogy most helyesen emlékszem már, azt képviselőtestület elé hoztuk, az még a polgármesterségem elején volt, már nem emlékszem, X összeget állapított meg a testület. Ez viszont, mikor ez az angol tanítási lehetőség adódott, akkor bölcsödevezető asszony bejött hozzám, és mivel 1000 forint per alkalom, én akkor azt nem hoztam testület elé, mert azt gondoltam, hogy nem egy olyan fajsúlyú dolog, de ha úgy kéri a képviselő testület, ha már most úgyis szabályozzuk a helyiség bérleti díjakat, akkor egészítsük ki ezzel. Vagy, ahogy a Gyöngy Mónika mondta, hogy térítésmentesen. Mert az is más lenne, mert én itt felírtam magamnak, hogy az iskolánál például az összeg az alkalomra vagy órára vonatkozik, mert néha órát látok a dokumentumokban, néha pedig alkalmat. Hogyha ott is azt mondanánk, hogy egy óra
és az megoszlik két felé, akkor mindjárt megfeleztük az összeget. Tehát, hogyha elkezdünk órákról beszélni folyamatosan az iskolánál is, és nem alkalomról, vagy akár a bölcsödében azt lennénk, hogy a fél óra az csak a fele annak az időnek, tehát nem az 1000 forint, hanem az 500 forint, már az jó lenne akár. Tehát én itt mindenképp egy ilyen egységes szemléletet javasolnék minden egyes bérleti díj megállapításában, hogy tényleg akkor ne alkalom, amikor lehet, hanem mondjuk inkább órában legyen megállapítva ez a bérleti díj. Én úgy tudom, Évik, erősíts meg, hogy ez az angol oktatást végző 1000 forintot fizet alkalmanként, ugye ebbe állapodtunk meg, és azt hiszem ezt nem is sokalta. Tehát én, bocsánat, nem vagyok pénzéhes, meg azt is tudom, hogy az alkalmankénti 1000 forint az nem sokat dob az önkormányzat anyagi helyzetén, de így is megéri neki csinálni. Jó, hát akkor meg bele se kell venni ebbe a határozatba, mert hogy ingyen lehet akkor kiadni a bölcsöde helyiségeit. Akkor nem kell belevenni, hogy ingyen, hanem nem állapítunk a díjat. Csak a díjakat állapítjuk meg, igen? Na, ha a bölcsöde helyiségek, tehát van a játszóházunk, aki alkalmanként 1000 forintot fizet. Az egy héten egyszer két óra hozt, és van egy gyógypedagógusunk, aki pedig alkalmanként megint 1000 forintot fizet, és pedig annyiszor jön, ahány ellátottja van. De akkor meg valahol ez nem igazságos. Most egyik fizet, a másik gyógypedagógus fizet, az angol nem fizet, akkor én azt mondom, hogy... Fél órára, 30 perc. Hát akkor milyen egységesebb órára van? Akkor még azt mondom, hogy lehet, hogy nem értetek velem együtt, most, vagy egyet, ez a hirtelen támadt ötletem. A bölcsödébe a piciktől vannak ugye 3 éves korukig a gyerekek. Nagyon fontos, hogy akkor a képességeik már legyen az most angol, akármi. Én azt gondolom, hogy akkor ezt a lehetőséget nem sok gyerek van végül is, 40 gyerek körül, akkor ingyen biztosítsuk a bölcsöde helyiségeit ezekre a célokra. Mert mindig ezt azért mindenki tudja, hogy a picikorban elkezdett fejlesztés sokkal hatékonyabb, mint ha már később. Akkor örüljünk, hogy vannak ilyenek, akik profit nélkül kiálltak, és a gyerekeinket fejlesztik különböző képességeikkel, akkor én továbbra is azt mondom, hogy ne vegyük bele, és a bölcsödénél ne kérjünk akkor bérleti díjat. Most 1000 forint már nem dob rajtunk. Akkor mondhatnánk azt is, hogy aki egy óra alatt tart foglalkozást, mondja, és adott esetben az fél órát, egy óra alatt nem számítunk semmit. Hát most gyakorlatilag a meleg helységbe bemegy, 30 perc múlva megtávozik, vagy 40 perc múlva, akkor ez beletehessük azt is, hogy akárki valaki 30 percre vesz igénybe valamit, akkor vonatkozhatna másra is, mert úgy sem veszik igénybe 30 percig, vagy a minimum 1-2-3 órára. Hát ilyen pici gyerekeket nem is lehet lekötni. Hát ilyen pici gyereknek, akkor már nincs is vele gond, mert egy óra alatt azt akkor... Jó. Akkor továbbra is az a javaslatom, hogy amit itt végig beszéltünk, tehát, hogy marad a ravatalozónál a 30 ezer forint, és akkor amit már nem ismétlem újra önmagam, családi rendezvények... Lenne még egy kérdésem, mert én itt fölírtam magamnak, ugye, mert itt a sport... büfét, vagyis hát a sportépületet is tartalmazza a így van, belevettük maga. A igen, viszont a sportbüféről nem beszéltünk. Hogy nem olyan régen bomlott fel a szerződés, hogy azóta valaki jelentkezett, hogy kibérelni a sportbüfét, nem, vagy mi a helyzet vele. Szerintem, ha valaki jelentkezik, arról majd külön döntünk. Ja, ez ja. Magának a sportklub helyiségének időnként szoktak ott is ilyen családi kis rendezvényeket, és ez nem is volt eddig leszabályozva. És most akkor ez legyen így. Jó, és a másik kérdésem, mert lehet, hogy erről a végén beszélni szerettél volna. Ugye itt a lakók is, akik benne laknak, tehát az ingatlanok is, a bérlakások azok is lakások. Benne vannak. Igen. Hogy a Tarpasféle házzal mi a helyzet? Nem ehhez a napirendhez tartozik, de válaszolok. Ugye a testület felmondta azt a két lakásbérleti szerződést, emlékeztek, mind a kettő lakó megkapta a felszólítást, hogy december 31-ével költözzenek ki. Egyik lakó sem költözött ki, talán a Szirom utcai lakásunkból, ha minden igaz, legalábbis a hírek szerint februárban kiköltöznek.
ha nem, akkor folytatjuk a jogi eljárást, tehát lakás elhagyására kötelezés iránti per, végrehajtás. Nem olyan könnyű a, bocsánat, köszönöm, a bérlőket kirakni. Mónika? Akkor csak az egyértelműség kedvéért, polgármester asszony, akkor a jelenlegi határozat szerint február 1-től akkor a bölcsődei helyiségek használatáért nem szed az önkormányzat bérleti díjat. Így van. Köszönöm. Jó. Van-e még valakinek kérdése vagy javaslata? Akkor aki a elhangzott módosításokkal, változtatásokkal általam és a pénzügyi bizottság által is javasolt díjakat 2016. február 1-i hatállyal elfogadja, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Nem ehhez tartozik, de bérleti díjakról van szó. Most mennek a földárverezések, és nekünk itt van 24 hektár körül földünk, aminek a bérleti díját valószínűleg, ha meg fog jelenni a rendelet hamarosan, úgymond meg lehet emelni. Eddig 1250 forintot fizetett a jó ember, aki bérelte. Most, ha minden igaz, a rendelet szerint maximum 2000 forintig föl lehet vinni lépcsőzetesen. Ha már ezt is nem állt, hogyha már a jegyzőasszony erre oda fog figyelni. Jó, odafigyelünk, köszönöm szépen. Akkor áttérünk a hetedik napirendi pontra. Az önkormányzat tulajdonát képező 795 per 56-os helyrajzi számú ingatlanra érkezett vételi ajánlatok megtárgyalása. Azért mondtam most a többes számot, mert a meghívóban még csak egyes szám volt, csak azóta változott a helyzet. Itt is visszautaltam ugye az előterjesztésbe, hogy 2015. szeptember 28-án ennek az ingatlannak a megvásárlásával, illetve eladásával már foglalkozott a képviselőtestület, ugyanis akkor érkezett egy vételi ajánlat. Viszont az annyira alacsony volt, és akkor a képviselőtestület a 80-as számú határozatával ennek az ingatlannak az eladási árát 5 millió forint plusz 27% áfa összegben határozta meg, és megbízott engem a testület azzal, hogy ezt az eladási szándékot 15 napon keresztül hirdessen meg a Régió Plusz televízióban. Ez meg is történt, a vételi ajánlatot 2015. október 19-én 16 óráig lehetett volna tenni, ekkor senki nem élt vételi ajánlattal. Most január 11-én jött az első, amelyben a Füzi Export Bau Kft. Ügyvezetője vételi ajánlatot tett el az ingatlanra bruttó 5 millió forintért. Tegnap érkezett egy másik vételi ajánlat, most azt hiszem nem mondok neveket, mert úgy helyesebb. Érkezett egy másik vételi ajánlat, nettó 4 millió forint plusz áfa, ugye ez megint nem annyi, mint amennyit szeptemberben a képviselőtestület megállapított. Ma délután 12 óra 57 perckor ez a Füzi Export Kft. Ügyvezetője küldött egy e-mailt, hogy tévesen adták be az árajánlatukat, így azt az alábbiak szerint kívánom kijavítani. A pontos ajánlati ár nettó 5 millió forint, azaz 5 millió forint plusz a törvényben meghatározott áfa. Kérem ajánlatunkat e szerint szíveskedjenek figyelembe venni. Tehát tulajdonképpen érthető azt hiszem mindenkinek, volt egy alatta lévő ajánlat, egy megint alatta lévő ajánlat, és ma délután, vagy ma 12 óra 57 perckor érkezett az az ajánlat, amiben a szeptemberi testületülésen ennek az ingatlannak a vételárát a képviselőtestület megállapította. Ugye ezt az utolsó ajánlatot a pénzügyi bizottság sem tudta megtárgyalni tegnap, mert hogy ma érkezett. Én kérem, hogy a képviselőtársaim mondják el a véleményüket ezzel kapcsolatban.
100 színévig. Engem ebben a helyzetben nem zavar az, hogy kijöttek a határidőből. Tehát, hogyha megkapjuk érte azt az összeget, amit ez számunkra megért, akkor élni kell a lehetőséggel, én azt gondolom. Kalcsuk én úgy gondolom, hogy tegnap, amit beszéltünk, hogy mind a két benyújtó vételi szándékát, hogy tegnapra benyújtották, mind a kettő kap egy írásos papírt, hogy az eredeti állunk 5 millió plusz áfa volt, és arra mit válaszol, mert ez mostanára ragudjál meg, ez egy kicsit olyan simni dolog, hogy most valaki beadja, e-mailen elküldi, lehet, hogy a másik fél is megadja. Nekünk meg az a célunk, hogy mennyi több adjuk el. A másik felet felhívtam telefonon. Megkérdezted? Azt mondta, hogy egy forinttal nem ad többet. Jó. Én ezt nem tudtam, hogy... Bocsánat, ezt elfelejtettem mondani. Én a korrektség véget mondom, hogy tegnap arról beszéltünk, mind a kettőt megkérdezzük, hogy óhatják az 5 millió plusz áfát, vagy versenytárgyalás. Tehát én ezt nem tudtam, hogy akkor már ez meg fog beszélve. Viszont elmondom, alpolgármester asszonnyal gyorsan egyeztettünk, ugye, mert hogy ilyen váratlanul jöttek az e-mailek a testületi ülés előtt, és én nem akarom rábeszélni a testületet, de tavaly szeptember óta az ingatlan piac igencsak felélénkült. Tehát azon is el lehet gondolkodni, hogy tavaly azt mondtuk, hogy 5 millió plusz áfa, és hogy ennyire nagy a kereslet az önkormányzati telkek iránt, mert hogy tudjuk, hogy van ez a CSOK, a családi otthonteremtési kedvezmény, és ugye ez az ajánlattevő is valószínű ilyen sorházi lakásokat szeretne itt építeni. Nem tudom, emeljünk-e az áron, vagy tartsuk az eredeti árat? Nekem akkor az lenne a kérdésem, hogy akkor mi lenne, hogyha méretnénk ki telkeket, és telkeket árusítanánk? A telkeket a Lehel utca volt csinálva. De ki vannak mérve? A Lehel utca fel van parcelláz, ott van tizen... Most nem akarok butaságot mondani, 16 vagy 17 üres telkünk. Ez az a rész, Évike, tudod, ez az a rész, már akkor is beszéltük, ahol épült három családi ház, nem akarok neveket mondani, hogy valakit megsértsek. Itt a 6 lakás mögött. És akkor is beszéltük, hogy ez egy 2240-valahány négyzetméter. Én most azért betettem fel ezt a telendolgot, mert lehet, hogy ott is több telket ki lehetne alakítani, csak emiatt jött a gondolat. Kettő. Azt beszéltük már tavaly szeptemberben is, hogy ebből durván szinte 3-4 telek alakítható lenne. Kettő, mert 1700 négyzetméter. Ja, az az övezeti besorolás. És tulajdonképpen ugye most már azért a közművek is ott vannak közel. Hát én erre az áremelésre azt mondom, hogy ez nem egy fair dolog lenne. Úgy gondolom, megkérdetek egy autót, és sok érdeklődő van rá, egy bizonyos összegért, sok érdeklődő van, akkor felemelem. Az érdeklődők szépen el fognak fogyni. Hoztunk egy határozat 5 millió plusz áfáról, van rá ajánlat is. Hogy csinálhatjuk, én nem azt mondom, csak én úgy gondolom, hogy nem fair. De ez az én véleményem. Alpolgármester asszony? Tegnap volt egy pénzügyi bizottság, este 7 órakor lett vége. Az információ áramlás az nagyon gyorsan terjed, tehát az érintettek és a nem érintettek is, és a mai nap folyamán is nagyon sokan megtudták, hogy ez a telek eladásra került. Érdekes módon abban 15 napban nem adtak be ajánlatot, de 7 óra után valahogy megjelent a kereslet. Tegnap este 7 óra után. Ez köszönhető annak, hogy a pénzügyi bizottságon részt vettek a pénzügyi bizottság tagjai, illetve részt vettünk többen vendégek, mert hogy ugyan az információ csak tőlünk áradhatott kifelé. Ennek köszönhet a mai napon folyamán többen jelezték, hogy vételi szándékuk van erre a telekre. Érdekes módon, mint mondottam, a 15 napos tévés hirdetésnek nem volt akkora haszna, mint amit a pénzügyi bizottság és a vendégek nagyon gyorsan tudtak hírt vinni. Biztosan gyorsan lehetett telefonálni. Visszautalnék a Kalcsú Tibinek, a Tibor képviselőtársamnak a szavaira. Én is azt mondom, hogy ez úgy lenne normális és úgy lenne etikus, hogy mivel ez a határozat, ez szólt szeptemberben, és ez arról szólt, hogy 5 millió plusz áfa, és 15 napig meg lesz hirdetve, abba a 15 napban nem jelentkezett senki. Én azt mondom, hogy ez úgy fair, hogy akkor hirdessük meg 5 plusz áfáért,
jelentkezzenek, legyen egy utolsó határidő, és akkor utána véglegesen legyen döntés. Mert ezt így nem lehet játszani, tehát egyrészt én nagyon örülök annak, hogy a Füzibau megváltoztatta az ajánlatát, hiszen az önkormányzatnak ez plusz bevétel, és amit tegnap is mondottam, az 5 millió plusz áfát meg fogják adni, hiszen a piacgazdaság megváltozott, és abban az esetben, hogyha megnő a kereslet, akkor bizony az árak is megnőnek, és van jogon feljebb vinni az árat. De mivel hogy a Füzibau az utolsó pillanatban mai napon nyújtotta be, ezért nem etikus a másik féllel szemben, hogy akkor őt előnyben részesítjük, és határozatot hozunk. Megint kérdezem a másik fél. Mivel, és most megint visszautalok arra, hogy információáramlás nagyon gyors volt, ezért mások is jelezték a vételi szándékukat, tehát én azt mondom, hogy szóban az 5 plusz áfát ugyanúgy tartsuk, ezt az 5 plusz áfát, és írjuk ki, és mit veszítünk vele. Én azt úgy gondolom, hogy semmit. De akkor maradunk etikusak, és a másik félnek is lehetőséget adunk. Lári azt mondja, hogy ő nem, most nem emelni akar, hanem azt nem mondja, emelni akarom. Ugyanazt a minimális járjuk végig azt az etikus utat. Hagyjuk el. Tehát nem gond... akarunk, most van rá lehet, el kell adni. De lehet, hogy többet is tudjuk érvényesíteni. Pont erről van szó. Kereslet, kínálat. Megint visszautalnék a Tibornak a szavaira. De bocsánat, én örülök, hogy megneveztél, de én nem ezt mondtam. Nem ezt mondtam. Tegnapi két emberről beszéltem, ugye nem tudtam, hogy közben a Kati beszélt a másik személlyel. Én arról beszélt, nem azt mondtam, hogy halasszuk el. Hát én egyáltalán nem ezt. Én azt mondtam, hogy a másik fél is tudjon róla. Tudott, a másik fél azt mondta, hogy ő nem. Akkor én szerintem fölösleges ezen ezt tovább csavargatni, magunkat járassuk le, én csak azt mondom. Én meg azt mondom, tehát mindig felvetődik ez a magunkat járatjuk le. Miért járatjuk le magunkat? Én nem értem. Tehát akkor, amikor esélyem van arra, hogy eladok valamit, és azért kapok esetleg több pénzt, az miért lejáratás? Az nem lejáratás. Tehát akkor, amikor hónapokig, évekig ott volt az a földterület, szeptember-októberben meg lett hirdetve, ott volt az a földterület, ebbe a pár hónapban nem hiányzott ennek a bevétele. Jelen pillanatban likvidek vagyunk. Akkor miért lejáratás az, hogy amit nem tudtunk eladni szeptember-októberben, azt még egyszer meghirdetjük. Én meg pont úgy gondolom, hogy nem lejáratás, és esélyt adok a másik félnek arra, hogy átgondolja, és újra gondolja azt, hogy valóban ez a 5 millió 50 ezres, vagy 5 millió 80 ezres bruttót akarja, vagy esetleg átgondolja, és azt mondja, mérlegelje, hogy neki megéri, és valóban megadja azt, amit esetleg a másik fél szeretne adni. Kalcsó képviselő úr jelentkezett. Köszönöm. Először. Klári, annak idén, mikor a személy beadta azt úgymond alacsony árat, elutasítottuk, mondtunk valamit, 5 millió plusz száfa, meg lett hirdetve, nem jelentkezett rá senki. Most a pénzügyi bizottság elé jött ez a kettő dolog tegnapra, gyakorlatilag akkor lettünk volna ferek, hogy elutasítjuk mind a kettőt, nem is hozzuk a testület elé, mert arról volt szó, hogy 5 millió forintra tárgyalunk. De mivel már beszéltünk róla, és már kiderült, hogy mi valaki megadja az 5 millió forintot, én erről beszélek. Amit te fejtették, azra egyet értenék, hogyha ez a folyamat nem játszolott volna eddig le. Hölgyeki az elsőbség, Mónika. Köszönöm. Köszönöm szépen. Meg én azt gondolom, hogy azért azt is számításba kell vennünk, hogy azok után, hogy megadják azt az árat, amit kértünk, és utána azt mondjuk, hogy mégis inkább kérjük, hát ha más is megadja ezt az árat, benne van a pakliban az is, hogy akár meg sem teszik a meghirdetett árajánlattételi időszakban újra ezt az árat, az sem, aki most megadta. Tehát ne csak abba gondolkozzatok, hogy ennél sokkal több is kijöhet belőle, de az is lehet, hogy itt marad a telek. Nem csak ebbe gondolkoztam, abba is, hogy etikusan járjunk el. Tehát ne az legyen, hogy az utolsó pillanatban valaki azt mondja, hogy elrontottam az ajánlatomat és a vételi ajánlatomat módosítom pár órával a testületi előtt. De ezért mondtam, hogy adjuk meg a másiknak is a lehetőséget, hogy akkor annak tudatában, hogy a másik változtatott, lehet, hogy ő is változtatni akar. De felhívtuk nyilatkozatra. Azt mondta, hát igen, hogy telefonbeszélgetés, amit nem tudok bizonyítani. Ahhoz az álláspontomhoz, hogy semmit nem beszéltünk két hét alatt, ettől függetlenül a testületnek lehet más véleménye. Szarvas Csaba? Én azt mondom, akkor még tovább viszem, hogyha megint kifüggesztjük, és jön egy ugyanolyan árajánlat rá,
vagy mondjuk 10 000 forinttal több, akkor megint megadjuk 2 hétre, hogy hát, ha valamelyik meggondolja megint, és akkor megint 10 000 forinttal. Most határidőt megállapítottam, és megállapítottunk egy összeget erre a telekre. Megkapjuk érte ezt az összeget, akkor mit kell még ezen? Megint függesztjük ki egy hónapra. Mert akkor megint ki kell függeszteni egy hónapra, hirdetni kell 15 napig, jön esetleg 2 ugyanaz az árajánlat, akkor mit licitálunk, vagy... Akár azt? De nem fel, hát megállapítottunk egy összeget. Érted? Az adott piaci viszonyok szeptemberben. A szeptember, októberre vonatkozott. Most az elnézést, azt konkretizáljuk, hogy ezek az ajánlatok, ezek írott formában érkeztek, vagy szóban? Írott formában. De az újabbak is, amikor úgymond megkerestük, hogy... Tehát, ahogy elmondtam, ugye, azért vettük napirendre, mert ugye jött január 11-én a Füzi Export Bautól bruttó 5 millió. Utána, ugye, mivel itt a hírek jól terjednek, az, aki tavaly meg akarta venni nagyon olcsón, újvételi árként nettó 4 millió plusz áfa, tehát bruttó 5 millió 80 ezret ajánlott. De ugye tegnap este már megtudta a Füzibau, és akkor ma jött e-mailbe, tehát minden írásban van. De akik még ezen kívül beszéltetek más érdeklődőkről is. Hát ez tegnap itt a pénzügyi bizottság ülése után folyosói beszélt. Vagy írásban hivatalosan nem? Nem, az csak szóval. Akkor adjunk esélyt, hogy mindenki hivatalos ajánlatot tegyen. Meghatározunk egy szűk határidőt, meg meghatározzuk az összeg. Hát arra gondolj, Csabi, hogy ha a te házadról, vagy a te értékesítendő dolgodról lenne szó, te így állnál hozzá? Még egyszer mondom, ha én fölteszek egy autót 400 000 forintért, 100 jelentkező van, hú, basszus, ez ennyien jó megy ez, akkor fölemelem 500 000-re. Hát az a 400-ból jó, ha 2 azt fogja meg, hogy bekaphatod a falában, mondta fukám, nem kell bocsánat, az autó. Bocsánat, tévé is van. Igen, azért mondom, hogy a falában, de értitek el, ez, én azt mondom, hogy ez nem fair politika, de testületi döntés, még egyszer azt mondom, de én nem támogatom. Én azt mondom, ha megkapjuk ért azt az ajánlatot, amiért egyszer már kifüggesztettük, árultuk ezt az ingatlant, illetve a telket, az úgy fel, de Csabi, az első ajánlatra is, ami szeptemberben érkezett, azért nem bólítottuk rá, mert nagyon olcsó. Azok is reméltük, hogy feljebb. De ezért fel is még fejjebb. Hogy felment. Jó, hát ezt vihetjük, persze, elmondhatjuk, hogy 10 évig, mert a 10 évig... 10 évig nem kell, azért mondom, egy szűk határidőt megállapítunk, és azon belül nyilván tartani kell magunkat a döntés, így van, adjuk fel a terjéket fel, és akkor meg kell szavazni. Hát akkor úgy látom, hogy kétféle határozati javaslatot kell, hogy feltegyek. Akkor az első határozati javaslatom az, hogy mivel a Füzi Bau Kft. Olyan vételi ajánlatot tett, ami megegyezik általunk szeptemberben meghatározott ingatlan árral, tehát 5 millió forint plusz áfáért megvenni a 795/56-os helyrajzi számú ingatlant. Aki egyetért azzal, hogy ez alapján, a vételi ajánlat alapján a Füzi Bau-nak értékesítsük az ingatlant, tehát kössünk adásvételi szerződést, azt kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Egy pillanat, amíg egészítsük meg ennyi, hogy egy összegben természetesen, átutalás, igen. Köszönöm. Azt mondja, hogy akkor 2, akkor várjál, 7, igen, ugye, jól számoltam. Laci, nem? Hát akkor nem, mert még a másik változott. Nem. Két nem. Jó. Akkor nem két, de másik. Jó. Igen, és hozzátenném a nemet, tehát nem a Füzi Baut, tehát nem azt nem szavaztam meg, hogy a Füzi Bau vegye meg, hanem pontosan azt tartottam volna etikusnak, hiszen abból a 15 napos határidőből rég kicsúsztunk, megváltozott a piaci környezet, ezt átbeszéltük tegnapi pénzügyi bizottságon, jelen pillanatban a kormány behozta a 10 milliós visszanemtérítendő csokkot, 10+10. Behozta a 10 milliós hitelt, változott a piaci környezet, lényegesen nagyobb a kereslet, és azért egyet nem kellett volna elfelejteni, hogy a testület felesküdött, hogy nem. Tehát itt jelen pillanatban nekünk kartel érdekeit kell védeni, és jelen pillanatban ebből kihozni a maximálisat, akár pénzügyileg is.
És én ezért is tartottam magam, és tartom magam ehhez, tehát nem a Fűzibau ellen vagyok, hanem az mellett lettem volna, hogy mivel itt határidőn túl történtek már ezek az ajánlattevők, ezért úgy lett volna etikus, hogy akkor újabb határidőt kitűzni, és adjuk meg a lehetőséget bárkinek, hogy erre a területre adjon vételi ajánlatot. Gyöngy Mónika. Mi sem a Fűzibau mellett voltunk, hanem az mellett voltunk, hogy ennyiért kiírtuk, ennyiért szándékunkban áll eladni. Ezt az ajánlatot egyébként akkor a többi tenekre vonatkozóan is megszabtuk, csak ezt az egy telket hirdettük. Ha az az ajánlatunk akkor állt, akkor tisztességtelen akkor, amikor valaki azt mondja, hogy megadom rá az árat, utána visszakozni, hogy tegyél rá még 1 milliót. És akkor is kartal érdekeit nézzük, amikor abban gondolkodunk, hogy lehet, hogyha most elkezdjük változtatgatni, emelgetni az árat, akkor a végén nem fog rá senki jelentkezni. Igen. Jó, szerintem jó, még Klári, egyszer szólj hozzá, aztán végül is döntött a testület. Még egyszer mondom, itt nem feltétlenül csak arról van szó, hogy magasabb árat, hanem arról van szó, hogy ez a 15 napos határidő letelt, amíg lehetett rá licitálni, és mivel letelt, ezért azt is hozzátettem az előzőekben, hogy adjuk meg másnak is a lehetőséget arra, hogy akár ajánlatot tegyen erre az ingatlanra. Én csak ennyit mondtam. Jó, zárjuk le, jó? Én azt gondolom, hogy ha valamit eldöntöttünk, volt itt alkalom megindokolni, hogy ki miért döntött, tehát annyival egészíteném ki, hogy ugye akkor, ahogy elmondtam, tehát megszavaztuk is, hogy felhatalmaz a testület az adásvételi szerződés aláírása, mert ezt az előbb nem mondtam. 5 millió plusz áfa, átutalás, egy összeg és felhatalmaznak az adásvételi szerződés aláírására. Jó. 8. napirendi pont, a Régió Plusz Televízió testületi ülések közvetítésére adott árajánlatának megtárgyalása, kiegészítve azzal, amit a testületi ülés elején elmondtam, hogy a települési rendezvények felvételére is kaptunk árajánlatot. Képviselőtársaim ismerik az árajánlatot, a testületi ülések közvetítésére tulajdonképpen azt hiszem a tavalyi szerződéshez hasonló 8 alkalomra adtak árajánlatot, le van itt írva, hogy ugye 3 óránál tovább tart, akkor milyen pluszköltséggel jár, és a testületi ülés alkalmanként 70 ezer forint plusz áfa. Mindenki ezt ismeri, és először szerintem meg döntsünk külön. Ezzel kapcsolatban a pénzügyi bizottság ezt megtárgyalta, kérem, hogy a bizottság elnöke ismertesse a javaslatukat. Köszönöm szépen. Egyhangulag elfogadtuk ezt az ajánlatot, és annyira egészítettük ki, vagy annyi kiegészítést javasolnánk beletenni a szerződésbe, de nem is a szerződésben, hanem legalább szóban megbeszélni, hogy ha ugye volt arról szó, hogy van a testületülések és vannak a rendezvények. És hogyha véletlenül valami rendezvény nem rendeződik meg, vagy elcsúszik, akkor hogy ezt az üres rendelkezésre álló időt a következő évre el tudjuk tolni. Hogy ez, gondolom, hogy ez megbeszélhető. Tulajdonképpen ezek a szerződések mindig egy évre szólnak. A TV, Régió Plusz TV mindig nagyon rugalmas volt, elég hosszú ideje kapcsolatban áll a kartali önkormányzattal is, a testületülések közvetítésében, meg a települési eseményekbe. Én egyeztettem velük még az írásos anyagon kívül szóban is. Eddig is nagyon rugalmasak voltak, tehát ha például nem, most csak mondom, nem lesz 8 testületülés, csak mondjuk 6-ról kérünk TV-felvételt, akkor csak 6-ot kell fizetni. Ilyen. Tehát akkor nem, nincs az benne, hogy 8-at lekötöttünk, és akkor azt ki kell fizetni. Amennyit igazán, rendelünk, csak annyit nem kell fizetni. Nem is igazán a testület, hanem inkább a rendezvények. Tehát nem kell elszámolni máshová. Egyszerűen, amit nem rendelünk, vagy nem veszünk igénybe, azt nem kell kifizetni. Okay. Tehát úgy gondolom, ez egy korrekt ajánlat. Klári? Igen, ezt akartam mondani, hogy a szerződés a Régió Plusz TV-vel olyan, hogy csak a megrendelt adások, elvégzett munka után kell fizetni. Tehát attól, hogy egy szerződés lesz kötve, és abban benne van, hogy hány ünnepét fognak felvenni, illetve hány testületét, az nem köti az önkormányzatot. Eddig is arról szólt,
a szerződés, hogy csak a megrendelt munkák után kell pénzügyi teljesítés, tehát annak van pénzügyi vonzata, tehát nekünk ilyenféle kötelezettségünk nincs. Viszont ugye nekünk is, nekik is tudniuk kell, hogy az éves időbeosztásukat pontosan azért, hogy a testületi kés, illetve az ünnepségek is fel legyenek véve és meg legyenek örökítve. Évike? Én azt gondolom, hogy Gábornak az ajánlata, ez arra vonatkozó, vagy kérése inkább arra vonatkozó, hogyha általányt fizetünk, ugye, mert a szerződésben magában általány is szerepelt, és mihelyt általányt fizetünk, akkor onnantól ez a feltételezve van, hogy ott valami fel van véve, illetve hogy az az X képviselőtestület, vagy a négy rendezvény fel van véve. De nem tehát általányt fizetünk, hanem ahogy a végén van, 70 ezer forint plusz áfa alkalmanként. Jó, mert ott keveredik a kettő. Igen. Tehát ez a tarifa. Bognár képviselő úr. Köszönöm én nekem. Az lenne a javaslatom, pont itt a telek eladás kapcsán merült fel, hogy meghirdettük a Régió Plusz tévén, de úgy tudom, hogy azért külön költséget számolt fel a tévé az önkormányzati hirdetéseként. Annak idején szó volt róla. Úgyhogy én azt szeretném javasolni, hogy amennyiben elfogadjuk ezt az ajánlatot, egészítsük ki annyival, hogy amennyiben ilyen önkormányzati célú, közérdekű hirdetések vannak, azt ingyen vállalják, vagy futtatják a képviselőt. Túl sok nem lesz. Szerintem ezt is meg tudom tárgyalni. Benne van a képviselő biztosítás az ajánlatban. Igen. 24 órás információs képviselő. De az a műsorismertetés, igen, hogy mikor van. Ezt közvetítem akkor a Régió Plusz TV felé. Én szerintem biztos, hogy ebben is meg tudunk egyezni. Jó. Tehát akkor ez az árajánlat, és akkor kiegészítve azzal, hogy hirdetés ingyenes. Jó. Akkor aki ezt az árajánlatot a testületülések felvételére vonatkozóan elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy én még egyeztetek a Régió Plusz TV-vel, hogy ha néha adódik valami hirdetésünk, akkor azt ingyen tegyék meg. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kéz felemeléssel szavazzon. Köszönöm, egyhangulag. És akkor külön tárgyaljuk meg, bár már érintőlegesen erről is beszéltünk, személyesen egyeztettem a Régió Plusz televízió képviselőjével, és pontosan azért, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, mint a tavalyi falukarácsonykor, hogy ugye nem volt egy ilyen szerződésünk, náluk ez nem volt beütemezve, ezért nem is tudtak eljönni, nem tudták felvenni az óvodások, iskolások műsorát, szinte alig tudtak valamennyi képet készíteni a falukarácsonyunkról. Egyeztettük, hogy milyen rendezvényeket tervezünk. Majális, szüreti felvonulás, kukoricafesztivál, de lehet, hogy más lesz a neve, és falukarácsony. Most ez megint egy, úgymond egy terv. Most, ha valamelyik ezek közül nem valósul meg valamelyik rendezvény, természetesen akkor azért nem kell fizetni. És akkor itt van az, hogy általány, 12 hónapra elosztva, 35 ezer forint, plusz áfa per hó, vagy egy összegben 400 ezer forint plusz áfa. De azt gondolom, hogy ez a havi általánya kedvezőbb, mint egy ekkora összeget kifizetni egy összegben. Nem tudom, ismertessem-e részletesen, mert végül is, tehát itt részletezve van, hogy majális 13 óra rendelkezésre állással, de ezt elolvasták a képviselők, 160 ezer forint plusz áfa, teljes műsor, tudósítás, 1-3 kamera, szüreti felvonulás, 4 óra rendelkezésre állással, 80 ezer forint plusz áfa, teljes műsor, 1 kamera, kukoricafesztivál, 6 óra rendelkezésre állással, 80 ezer forint plusz áfa, teljes műsor, 1-3 kamera, falukarácsony 4 óra rendelkezésre állással 80 ezer forint plusz áfa, teljes műsor és 1-3 kamera felállással. És ahogy van, ugye, ahogy az előbb is mondtam, ha 12 hónapra elosztjuk, akkor 35 ezer forint plusz áfa havonta, és az együttes díj 400 ezer forint plusz áfa.
Na most, ahogy mondtam, erről is egyeztettem külön még szóban a Régió Plusz televízió képviselőjével, tehát ha például most csak mondom, nem lesz szüreti felvonulás, akkor azért nem fizetünk. Tehát mindig csak az igény... Nem lesz plusz rendezvény, mert csak úgy halkan jegyzem meg, a templomnak lesz a 150 éves évfordulója őszre, egy nagyszabású rendezvényt tervez, ha úgy hallottam. Hát gondolom, azt az egyház fizeti. Hát jó. Hát szerintem, ha időbe szólunk, akkor biztos. De, tehát hogyha plusz igényünk merül fel az év folyamán, olyan gazdagok leszünk, hogy még további rendezvényt fogunk csinálni, akkor arra külön kérünk egy árajánlatot. Ez most erre a négy alkalomra vonatkozik. Én azt gondolom, hogy, és azt javasolom, hogy a képviselőtestület ezt az ajánlatot fogadja el. Pénzügyi bizottság tárgyalta. Pénzügyi bizottság tárgyalta, és amit az előbb is mondtam, itt volt az általány, és én nem vettem külön az előbb, hogy a testületi és a rendezvényeket, hogy ha véletlenül itt gondoltuk azt, hogy ha véletlenül elcsúszik egy rendezvény, akkor az át lehessen vinni, de ezt már túltárgyaltuk, egyébként egyhangúan elfogadtuk. Viszont azt kérném, hogy konkrétan, ami a község rendezvénye, azt tudjuk, hogy ebből a majállés és a való karácsonya. De hogyha bejön az asszony kórusnak majd a népzenei találkozója, ami megint községi rendezvény, hiszen a Margó azt mondta tavaly, hogy tavaly nem akarta, viszont idén meg úgy gondolom, hogy szeretné, ő mondta, hogy két évente, tehát ott valami ilyesmi elhangzott, hogy két évente szeretné. Tehát nem mondjuk azt, nem, ne konkretizáljuk, tehát konkrétan mondjuk azt, hogy a karácsonyt szeretnénk felvetetni a majállést, és a kettőt hagyjuk még nyitva, és üljön le a bizottság, a kulturális bizottság akár, és beszéljük meg, és szedjük össze, hogy az egyház mit tervez az asszonykórus a művelődéshez. Tényleg azok az érintettek üljenek le, és egy rendezvénytervet készítsünk magunknak. Tehát ne konkrétizáljuk, hogy mit szeretnénk felvetni, mert ha elhangzik, hogy a Kukorica Fesztivált mondjuk felvetetjük, akkor a Margó részéről egy, de hát Némargitka részéről egy jó felvetés lesz az, hogy ugye erről beszéltetek, és ugye akkor most majd akkor a felvételről gondoskodtok. De mondhatnék bárkit ilyen alapon. Így itt az óraszámot kell elfogadni, a 4 meg a 6 órát tulajdonképpen, és akkor a maga az ünnepségre, amit az a rendezvény, az még melyik lesz, az majd el tudjuk akkor. Tehát végül is fel van sorolva, hogy olvastam, hogy melyik rendezvény mennyibe kerül. Tehát, hogyha valamelyik nem lesz, akkor azért nem fizetünk. Ha lesz, akkor meg arra kérünk egy árajánlatot. Egyébként csak így tényleg bizalmasan elmondom, Deákné Margitkával már beszéltem, ők tudnak pályázni rendezvényre, és összefogással, nem biztos, hogy Kukorica Fesztivál lesz a neve, lehet, hogy valami más, de mindenféleképpen lesz valami őszi rendezvény is. És továbbra is azt tudom mondani, amit az előbb mondtam, hogy mindig csak a ténylegesen elvégzett munkájukért fizetünk. Én azt gondolom, hogy egy előzetes keretmegállapodásnak ezt nyugodtan elfogadhatja a testület, mert hátrányunk ebből nem származik. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, az kész felemeléssel szavazzon. Köszönöm, egyhangulag. Jó, és akkor most felkérem Langa Gábor urat, ő javasolta felvenni napirendként a betelepítési kvótát. Igen, köszönöm szépen. Igazából akár itt a járásból, és akár országosan is ehhez a elutasítás, a betelepítési kvóta elleni elutasításhoz már nagyon sok önkormányzat csatlakozott. Ennek nem politikai, hanem közérdekű célja van véleményem szerint, amikor jöttek ezek a menekültek, aki járt Pesten a keleti pályaudvar körül, hát igazából szörnyű a helyzet. Láttuk Németországot is, hogy azt hitték, hogy majd olcsó munkaerő lesz. Uraim, hölgyeim, ezek az emberek, ezek nem tanult emberek, ezek nem dolgozni jönnek ide, ez nekünk gond lesz, ezek csak ártanak, teljesen más, vallásúak. Véleményem szerint nem tudnak beilleszkedni, meg nem is akarnak beilleszkedni az európai vagy a keresztény kultúrába. Én maximálisan az mellett vagyok, meg remélem a képviselőtestület is, hogy igenis csatlakozunk mellé, hogy nem bántjuk ezeket az embereket, de nekünk ezekre az emberekre pontosan semmi szükségünk nincsen. Röviden, tömören. Jó, ennyi? Jó, akkor megadom a képviselőtársaimnak a szót, Évike.
annyit szeretnék kérdezni, vagy jelezni, hogy azért ahhoz, hogy a testület határozatot hozzon valamiről, annak komoly szabályai vannak. Én nem tudom, hogy mondjuk erről mit, vagy hogy dönthetünk, vagy egyáltalán. Igen, erre utaltam, amikor a elején a munkatervet fogadtuk el, meg hogy 8 nappal előbb. Tehát az, hogy nekem most érkezik egy ilyen előterjesztés, hirtelennyébe én se tudom, hogy mit mondjak. Én azt gondolom, hogy ebbe ma a testület, én legalábbis ezt javasolom, ne döntsön, mert jegyzőasszony segített, amikor ő megtudta, hogy lesz egy ilyen előterjesztés a mai testületülésen, utána nézett az interneten. Igen, vannak önkormányzati képviselőtestületek, akik megszavazták ezt, hogy igen, tiltakozzunk, vannak képviselőtestületek, akik nem. Ugyanakkor nem akarok itt politikai pártokat megnevezni, meg nem is vagyok benne biztos, ugyanakkor már a másik párt meg támadja azt az önkormányzatot, aki ezt megszavazta. Én azt gondolom, hogy a Fidesz elég régóta megindította ezt az aláírásgyűjtést, magánszemélyként lehet, hogy van, aki már aláírt, meg aláírhat. Én azt gondolom, hogy ma erről mi ne döntsünk, mert nem, tehát nem vagyok biztos benne, hogy ez most törvényes, nem törvényes, jót teszünk, rosszat teszünk, támadnak érte, nem támadnak. Ezt azt hiszem az idő fogja megválaszolni. Kalcsó képviselő úr? Nekem 2 véleményem van. Magánemberként támogatom, folyosón alá sírom a papírt, képviselőként viszont én szerintem nem ide való. Ide fog akkor való, hogy a kormányhivatal vagy a kormány hivatalos formában küld egy ilyen körlevelet a testületnek, azt megkér, hogy támogatják, vagy nem. Ha megkérnek, támogatom, de így ez nem testületi ülési anyag. Kint magánemberként utcán akárhol aláírom, egyetértek vele, de itt nem. Köszönöm szépen. Van-e más képviselőnek más véleménye, vagy azonos véleménye? Mónika? Én csak annyit szeretnék hozzászólni itt a felvetéshez, hogy most kérdeztem rá a képviselőtársamnál, és igazából ez a Fidesz részéről érkezett ez a felhívás az önkormányzat felé, illetve az előterjesztésre vonatkozó kérés. Helyi szervezettől érkezett. Tehát jött már erre vonatkozó a megkeresés. Azt gondolom, hogy ennek nem szabad a politikai tartalmát nézni. Ez nem a politikáról szól, teljesen mindegy, hogy ki adta a nevét hozzá, vagy ki nem adta a nevét. Önkormányzatoknak van lehetőségük arra, hogy csatlakozzanak ehhez, vagy ne csatlakozzanak. Én azt sem bánom, hogyha a polgármester asszony felvetése szerint jegyzőasszony körbejárja a témát, hogy lehet-e erről testületnek szavazni, vagy nem lehet. Én azt gondolom, hogy ha már szavaztak, akkor elképzelhető, hogy ezt már körbejárták, és lehet róla, de akár a jövő heti rendkívüli ülésnek a témájaként felvehetnénk akár ezt is. Bognár képviselő úr. Én megint konkrétumra kérdeznék, hogy írásbeli megkeresés jött? Mert itt a Kalcsó képviselő rákérdezett, hogy egy helyi szervezettől jött-e. Ez írásban vagy csak szóban? Az önkormányzat felé jelen pillanatban szóban. Szóban. Mert akkor javaslom azt, hogy ha tényleg körbe akarjuk járni a témát, akkor nyújtsatok be írásban egy határozat javaslatot, és akkor azt megtárgyalja először mondjuk a Szociális és Kulturális Bizottság, mert inkább ilyen vonzata van, és utána kerül testület elé. Én is ezzel értek egyet, úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs mit feltennem határozati. Vagy most akkor utasítsuk el a, bocsánat, bizonytalan vagyok én is, én most ez váratlanul volt. Nem, hát nem kell, hanem jó. Akkor megismertük a Langa Gábor előterjesztését, de a döntést elnapoljuk. Jó? Akkor így. Jó, akkor ha jól nézem, elérkeztünk az utolsó napirendi ponthoz, amikor én adok tájékoztatást a 2 ülés között tett intézkedésekről, illetve fontosabb eseményekről. Ugye mivel november 19-én volt legutóbb ülés, mert aztán decemberben, illetve még aztán volt a közmeghallgatás, decemberben meg már karácsonyoztunk, tehát a november 19-e óta eltelt időszakról adok tájékoztatást. Itt november 24-én részt vettem a Galgamenti Önkormányzatok Társulása
pénzügyi bizottsági majd társulás ülésen. Itt a társulás költségvetésének a harmadik negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót fogadtuk el. Időarányos a teljesítés, én most itt számokkal nem akarom fárasztani a testületet. Azt mindenki tudja, november 27-én megtartottuk a közmeghallgatást. December 8-án az Északkelet-Pest és Nógrád megyei regionális hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi önkormányzati társulás, magyarul a Zöld Híd, közgyűlésén vettem részt, ahol éppen, hogy csak határozatok képesek voltunk. Itt a társulás 2015. évi költségvetésének a módosítását, a 2016. évi költségvetési koncepciót, a rekultivációs projekt zárásáról szóló tájékoztatót, a hulladék udvarok közművesítési engedélyeztetésére vonatkozó költségeket, Hévízgyörg község önkormányzatának a kilépési szándékát, utóaprítóra és műhely építésére fejlesztési forrás biztosításáról döntöttünk, tehát nagyon sok napirend volt. Ha valakit érdekel, pontosan a számok, úgy emlékszem, behoztam ezt az anyagot. December 10-én az ASZÓD és Társult Önkormányzatok a Szociális és Gyermekjóléti Társulása társulási tanácsának az ülésén vettem részt, ahol megválasztottuk a társulás munkaszervezetének vezetőjévé Varga Jánosné Marikát, aki korábban is vezető volt, csak ugye mivel lejárt a megbízatási ideje, újra kellett pályáztatni. És módosítottuk a társulás alapító okiratát azzal, amit már korábban úgy emlékszem a testületülésen elmondtam, hogy a Család és Gyermekjóléti Központ feladatait, azt hiszem pont Bognár képviselő úrral beszéltük, a járás valamennyi településén élő lakosságra kiterjedően a társulás látja el. Ahogy mondtam, december 14-től 19-ig tulajdonképpen karácsonyi rendezvényeken vettem részt, és 18-19-én megtartottuk a most már azt mondhatom, hogy hagyománnyá vált Kartali falu karácsonyt. Itt szeretném megköszönni mindazoknak, akik adománnyal, illetve a munkájukkal segítették a falu karácsony megtartását. Azt hiszem, hogy megérdemlik, hogy a nagy nyilvánosság előtt név szerint soroljam fel, hogy kiknek szeretnék köszönetet mondani. Elsősorban Olá Klára alpolgármester asszonynak, Gorisevszkiné Ilonkának, Illés Lászlóné Marikának, Szarvas Csabának a szervezésért, és azért, hogy a két nap alatt folyamatosan mindenre odafigyeltek és helytálltak. Csepeli Balázsnak, aki már 2 éve ingyen a saját tulajdonát képező felszereléssel szolgáltatta zenét falukarácsonykor, mind a két falukarácsonykor és majáliskor is. Meg szeretném köszönni az iskola konyhai dolgozóinak, hogy ingyen vállalták a rengeteg beigli sütést, nevezetesen Eckerné Saska Anitának, Berki Attilánénak, Gorisevszki Tamásnénak, Csapó Blankának és Bagi Lászlónénak. Köszönöm a közhasznú munkásoknak a sok munkát, a polgárőröknek, hogy vigyáztak éjjel a térre. Pénzadományokkal és a sütéshez, forralt borhoz, teához szükséges, valamint a zsíros kenyérhez szükséges nyersanyagokkal az alábbi személyek támogattak minket. Urbán Attila, Dr. Gyöngy Mónika, Szászi Éva, Kalcsó Tibor képviselőtársaim, Fricz Péter és családja, Volentér Tiborné, Dormányné Szabó Andrea, Katona Istvánné Klári néni, Tótné Székely Adrien, Balatoni Otto, Sinkó Józsefné Margitka, Fehérné Bartók Magdolna, Kozjár Pálné, Kvaka Erzsébet, Olá Géza és felesége, és természetesen köszönöm az iskolásoknak és az óvodásoknak és a felkészítő pedagógusoknak a szép műsort. Ez is jelzi, hogy az első karácsonyhoz képest már milyen sokan megmozdultak. Azt gondolom, hogy ez azt tükrözi, hogy az első falu karácsonyt nagyon értékelték az emberek, jól érezték magukat. Jó, majd utána. És ehhez szeretnék kiegészíteni, ugye két helyről is kaptuk a kegyelet is, az egyik, ha már a köszönetet mondjuk. Ja, igen, kimaradtak a pékek. Csaba, igen, a pékek kimaradtak. Telek Csaba
Kartali lakos pék is felajánlott kenyeret, meg a... Tami pékség is. Lanka? Akkor én megmondom a sütemény. A Matalász Júni, aki sütötte, aki a kis iskolásom vagy. Jaj, az a mézes kalács. Jó, sokan, tényleg sokan. Köszönöm. Csak a nagyobbakat. Elnézést kérek, ha valakinek a neve kimaradt. Igyekeztünk összegyűjteni Klárival, hogy kik segítettek, de azt hiszem érezhető már a névsor hosszából, hogy sokkal több ember érezte szívügyének, hogy ez a falu karácsony is jó legyen, és mindenki jól érezze magát. Falukarácsonyon túllépve a tájékoztatásom további része, hogy a képviselőtestület korábbi döntése alapján elvégeztettem a Ford Transit tehergépjárművünk eredetiség vizsgálatát, erről már a közmeghallgatáson tájékoztatást adtam. Ugye akkor még azt mondtam, hogy darabokban van az autó, és majd most van a feltárás, hogy hogyan lehet megjavítani. Én vettem azt a bátorságot, hogy aki az eredetiség vizsgálatot végezte, a Lang Auto Service Kft., megkértem, hogy végezzék el a javítást, mert egy korrekt cégnek tartom őket. A tehergépjármű javítása december 22-ére befejeződött, a teljes anyag és munkadíj összesen 496.887 forint plusz áfa volt, tehát mindösszesen 631.047 forint. Bizonyára emlékeznek a képviselő társaim, hogy aki régebben mindig szerelte ezt az autót, körülbelül 1.200.000 javította volna meg. Tehát azt gondolom, hogy fele annyiból megúsztuk, és nem is kellett azt a rengeteg feladatot vagy javítást elvégezni, amit az eredeti szerelő felírt. Ha jól emlékszem, ez is itt van, ha óhajtjátok, felsorolom, hogy mi minden került megjavításra, de lényeg az, hogy 631.000 forint, és gyönyörűen működik azóta az autó, nincs vele semmi baj, reméljük, hogy évekig nem is lesz. Szeretném még elmondani, hogy december 22-én Gorisevszki Józsefnével és Illés Lászlónéval közösen elvittük a falukarácsonykor a megárvult gyermekek megsegítésére kitett persejeket a családnak. Akkor olyan lelki állapotban voltak, hogy se fotó készítését nem engedték, ami azt hiszem érthető. Az a persely, csak azért mondom el, hogy még a gyanúja sem merüljön fel, hogy bárki is ahhoz hozzányúlt. Azok olyan persejek voltak, hogy csak úgy lehetett felbontani, vagy abból pénzt kivenni, hogyha összetörik. Ott hagytuk, és azt mondtuk, hogy majd, ha lelkileg úgy érzik, hogy meg tudják számolni, és ha úgy érzik, hogy szeretnének tájékoztatni erről minket, akkor majd eljön az ideje. És úgy is volt, tehát végül is megszámolták a pénzt, és szeretném elmondani, hogy mindösszesen 150.760 forint pénzadomány volt ebben a két persejben, és azt gondolom, hogy a család és jó magam nevében is meg kell, hogy köszönjem mindenkinek, aki megsajnálta a pont karácsony előtt megárvult két gyermeket. Ilyenkor nagyon boldog vagyok, hogy mégis össze tud fogni karttal, ha van olyan cél, amiért érdemes. Bár ne ilyenre kellene összefogni, de vannak még érzések az emberekbe. További tájékoztatásom, hogy december 28-án előzetes egyeztetéseket követően a hivatalba 2 darab modern fénymásoló, szkennelő és több funkcióval rendelkező gépeket vásároltunk, és egy-egy darabot pedig az alsó és a felső tagozatos iskola kapott. A korábbi gépekre előnytelen szerződés, illetve bérleti szerződés volt egy kartali cégtől, ugyanis átnéztem a számlákat, mert hát szoktam azért, hogy hol lehet még spórolni, és annak ellenére, hogy helybéli cég adta nekünk ezeket a gépeket bérbe, hogyha valami miatt ki kellett jönni, 5000 forint plusz áfa kiszállási díjat számítottak fel, minden kellékanyagért fizettünk, viszont ezekre az új gépekre olyan szerződést kötöttünk, hogy 2 évig fizetjük a bérleti díjat, most 55.000 valamennyi, ha jól emlékszem az összegre. Ha bármi gond van, ez egy szolnoki cég, kiszállási díjat nem kérnek,
munkadíjat nem kérnek, a kellékanyagokat ingyen biztosítják. És ahogy mondtam, 2 év futamidőre béreltük a gépeket, és 2 év után maradvány értéken megvesszük, ami körülbelül 2 havi bérleti díjnak megfelelő összeg lesz. Itt jegyzőasszony is utalt már a beszámolóba, hogy ez nagyban megkönnyítette a hivatal munkáját, mert nem akarom itt fárasztani a jelenlévőket, úgy tudtak eddig a dolgozók szkennelni, hogy úgy oldalanként. Most például a kincstári ellenőrzésnek 1800 oldalt kellett beszkennelni, és csak úgy vitte a gép. Most azért nem kellett 1800-szor. Tehát ezek egy modern, vadi új gépek. Én azt gondolom, hogy meggyorsított és megkönnyítette a hivatal munkáját. Szeretném még azt is arról is tájékoztatni a képviselőket, hogy 2016. január 8-án kaptam levelet Pest megye közgyűlésének elnökétől, melyben tájékoztatott, hogy a kormány döntése alapján Pest megye önálló régióvá válik. Ezt, emlékeznek a képviselőtársaim, mi is támogattuk a tavaly november 19-i ülésen. Bognár László úr külön örömét fejezte ki, hogy régen küzdöttek érte, most meg felülről jött ez a kezdeményezés. Így van. Na most a kormány határozat értelmében a nemzetgazdasági miniszter 2016. február 1-jéig kidolgozza a közép-magyarországi régió NUCS becsorolásának, ez egy nemzetközi angol rövidítés, hadd ne mondjam most, módosítására irányuló kérelmet, és azt a brüsszeli magyar állandó képviselet útján benyújtja az Európai Bizottság főtitkárának, valamint az Európai Uniós Statisztikai Hivatala részére. Pest megye csak a következő 2021-től kezdődő fejlesztési ciklusban érezheti a kevésbé fejlett régiós besorolásból származó előnyöket. A kormány arról is döntött, hogy a nemzetgazdasági miniszter megvizsgálja a Pest megyei önkormányzatok és Pest megye területén működő vállalkozások számára célzott fejlesztési források biztosításának lehetőségét már a mostani fejlesztési ciklusra is. Tehát megvalósul egy álom, amiről beszéltünk, hogy más besorolásban lesz része, majd 2021-től biztos Kartalnak is, meg tulajdonképpen a Pest megye településeinek, és talán több támogatás és pályázati lehetőség adódik. És megköszönték tulajdonképpen, illetve megköszönt a megyei közgyűlés elnöke, hogy 180 Pest megyei település képviselőtestülete egységesen támogatta, mint ahogy mi is ezt a szándékot. Még annyit szeretnék elmondani, hogy ezt is jó, ha a lakosság is tudja. 2016. január 20-án Vécsei László országgyűlési képviselő úr meghívta a galgamenti polgármestereket, Asszódon a Szabadság tér 3-4 szám alatt alakított ki egy irodát, ennek a hivatalos átadására kaptunk meghívást. Az irodájában majd ez ki fog alakulni, Vécsei László országgyűlési képviselő úr is meghatározott napokon ügyfélfogadást fog, vagy fogadóórát fog tartani, amikor ő nem tud, akkor a munkatársai lesznek ott. Ezek az időpontok majd megállapításra kerülnek, ezt a lakossággal majd közölni fogjuk, és akinek olyan kérése, panasza, óhaja, sóhaja lesz, hogy szeretnék közvetlenül az országgyűlési képviselő úrral megbeszélni, ez nagyon szerencsés, hogy nem kell messzire utazni, az Aszódi irodában megtalálhatóak lesznek. Ennyi, amiről én szerettem volna tájékoztatni még a képviselőtársaimat. Nem tudom, van-e kérdés, Szászin Évike? A lehetőség, hogy egy kiegészítést tegyek, hogy nagyon sok 65 év fölötti helyi lakosnak, azaz választópolgárnak kivittük a szaloncukorcsomagokat, és nagyon örültek neki. Tehát én a magam részében beszélgető is szociális bizottságon Mónikáékkal, hogy nagyon kellemes tapasztalataink voltak. Igen, ezt annyira már nem akartam részletezni a karácsonyt, nekem is ez a visszajelzés jött, és én köszönöm a képviselőtársaimnak, hogy bevállalták azt, hogy a 65 éven felülieknek kivitték a karácsonyi ajándékot, és tulajdonképpen még azok a idősebb emberek, akik valamikor ebben a hivatalban, vagy még a tanácsházának nevezett rendszerben dolgoztak, ők is külön megköszönték, hogy innen mentek nyugdíjba, és még őrájuk is gondoltunk.
Van-e még valakinek valami, amit szeretne elmondani, Urbán Attila? Említettem a piac térrendezést. Az kimaradt még. Egy pár gondolatban szeretnék ezzel kapcsolatban szólni. A piac teret két részre bontanánk. Egyrészt a magánszemély, aki építkezik, engedélyt adtunk ki rá tudomásom szerint, hogy közterületet használjon. Ezt a közterületet nem tudom, hogy meddig használhatja. Egy évig használhatja. Igen, az engedély kiadásától számított egy évig. Utána egy rendezési tervet őnek össze kell állítani, ennek a magánszemélynek meg kell csinálnia az eredeti állapotba visszahozni. Rendben. A másik dolog pedig a piac téren lévő focipálya, amit sajnálatos módon az ottani mezőgazdasággal foglalkozó egyén teljesen tönkretesz, holott a fiatalok egyre többen mennek kifotbalozni. És nagyon rossz a minősége. Ezt jó lenne, hogyha valami úton, módon lekeríthetnénk. Van is egy rá javaslat, esetlegesen ajánlatot is tett a Lados József, Mocor becenevén, nagy gumikerekeket tudna adni, és azokat beásnánk körbe. És szépen ezt el tudnánk rendezni. Gábor? Ezzel kapcsolatban. Igen. Én is hallottam egy jó ötletet, hogy igazából én nem a mezőgazdasági gépre gondoltam, vagy a gumikra, hanem hogy a gyerekek ott játszanak, és nagyon veszélyes, hogy semmiféle kerítés nincsen, és pont sok ez alkalommal kigurul a labda az útra. Pont ez hogy nem is kell elkeríteni. Igen, tehát hogy dróttal elkeríteni, és akkor a kapuk fölé egy labda fogónak. Tehát igazából, ha egy két 1,50-es drótot egymás fölé teszünk, az 3 méter, véleményem szerint a 10-ből 9-szer megfogja a labdát. És körbe meg csak egy sima, egyszerű drótkerítést, és a kaput, azt mindenféleképpen, tehát nem az út felé, hanem a házak felől lehessen bemenni. Ez csak azért, hogy nehogy valaki tényleg egy kisebb gyerek kiszalad az autó elő, gurul a labda, megy utána, nem néz szét, már mindjárt ez meg is. Ez csak egy felvetés volt, hogy gumikkal kerítsük körbe. Ez már megakadályozza a gyerekeket, hogy kiszaladjanak a útra. A labda az kigurulhat bánja fenne, de a gyerekeket ne üsse el az autó. Hál' Istennek egyre több gyermek megy ki fotbalozni, tavasszal, nyáron, ősszel, nem a gépek előtt ülnek most már, hál' Istennek. Illetve már ha itt tartunk, hogy elkerítsük azt a részt, akkor már a játszóteret is gondoltam, hogy elkerítsük. Nem egy nagy összeg egyébként. Természetesen. Mert akkor nehezebben, bocsánat, csak vártam, hogy mikor érsz, nem szaladnak onnan senki, illetve nem merik annyira elvinni az embereket, most újítottuk föl, nem merik úgy szétbontani, mert azért kerített területre nem mernek úgy bemenni az emberek. Jó, hát azt gondolom, ahogy a játszótér felújítása megtörtént, igen, amikor az időjárás igen olyan lesz, felmérjük, nem hiszem, hogy ez egy nagy költséget jelent kerítés, pár tízezer és akkor, amikor már az időjárás olyan lesz, akkor megcsináltatjuk ugyanúgy anyag és a közmosítások. Mónika, jelentkeztél? Igen, én csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy a Józsi ezeket a gumikat nagyon jó szándékkal és térítésmentesen ajánlotta igen fel az önkormányzat részére. Tehát azt gondolom, hogy esetleg azt érdemes mérlegelni, hogy van rá különíthető keretünk, mert akkor érdemes átgondolni a kerítés, de hogyha nem, akkor gyakorlatilag ingyenesen, tehát abszolút ingyenesen, akár a közhasznú dolgozók segítségével ezeknek a gumiknak a leásása megtörténhetne, és tényleg a biztonságot meg tudnánk teremteni a gyerekek számára. Jó, megnézzük, és akkor a legpraktikusabb megoldást megvalósítjuk. További képviselői bejelentés, kérdés. Amennyiben nincs, akkor megállapítom, hogy végigértünk a mára tervezett napirendeken. Én köszönöm a képviselőtársaim aktív részvételét, és az ülés bezárom, és mindenkinek jó éjszakát kívánok. Most mondja Éva. Mikor? Mert a történnél kezdik át, hogy most mi kezdik.